Hát akkor köszöntök mindenkit ezen a szűkörű előadáson. Három igét hagy mondjak, és utána pedig az apropóját ennek a mai alkalomnak. Az első János 6.44, senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya, aki elküldött engem, én pedig feltámasztom azt az utolsó napom. A második ige római levélből. Hiszen így szól Mózeshez, könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És utána pedig egy Spurgeon idézet, ugye a nagy baptista prédikátortól. Erősen hiszem, hogy a kálvinizmus öt nagy tanítása bizonyos mértékben a többinek is a foglalata. Ezek azok a határozott pontok, amelyekben különbözünk azoktól, akik eltévedtek a hittől és átszegezték magukat sok fájdalommal. Az apropója ennek a mai rövid összefoglalónak a következő: Cselényi László, a Biatorbágyi Belmisszió, vagy más néven Magyar Belmisszió vezetője, egy nemrég megjelent több mint egy órás videóban, talán nem fogalmazom meg erősen, hogy páros lábbal szállt bele a kálvinizmusba, ugye a kálvinizmus öt pontjaként elhíresült tanításban. Ebben a videóban képtelenebbnél képtelenebb állítások hangoznak el sajnos, a jól ismert toposzokat ismételgetve. Cselényi László egyébként nem csak a kálvinizmus öt pontját, hanem magának, Kálvin Jánosnak, a reformátornak a személyét és az egész református teológiát támadja. Később már csak ebben a videóban kálvinistákról beszél, és ennek azért van jelentősége, mert vannak reformátusok például, akik nem is vallják magukat konkrétan öt pontos kálvinistának, de mégis a kegyelem doktrináit, így nevezik ezt az öt pontot, implicite vallják. Sőt, vannak olyan reformátusok, akik viszont explicite mondják azt, mondjuk, hogy ők négy pontos kálvinisták, az öt pontból négyet elfogadnak, sőt, hát a református, történelmi református hitvallások, második helvét hitvallás, belga hitvallás, heidelbergi káté nyilvánvalóan tartalmazzák ezeket. De a kálvinizmus öt pontját baptisták is vallják, sőt, episzkopálisok, jól tudjuk, sőt, a metodisták között is vannak kálvinisták. Tehát a probléma az, hogy nem a református ortodoxia egy, még a néha a reformátusok között is vitatott szegmensét tárgyalja, nem csak a középső pontot, a korlátozott engesztelést, ezt majd látni fogjuk, hogy miről szól, hanem úgy egyben a református teológiának az egész felépítményét, ráadásul rettentő felületes módon. Így a kritikája egy ilyen rágalom orgiába fulladt teológiai pankráció lesz, hangzatos kijelentések, hatásvadász kérdések, de az egésznek az a helyzet, hogy nagyobb a füstje, mint a lángja. Ez annak fényében különösen szomorú egyébként, hogy olyan református lelkészek szerveztek oda éveken keresztül, több évtizeden keresztül, hát hogy mondjam, talán tízezreket, vagy még több embert, akik egyetértenek ezekkel a református teológiai meggyőződésekkel, sőt, azokat biblikusnak is tekintik. Ráadásul Biatorbágyra többnyire református hátterű hívek jártak és járnak lelkileg töltődni. Erre itt ez a videó, amiben többek között elhangzik, hogy idézem, és most tényleg egy idézet következik, ahol időnként megjelent, mármint a kálvinizmus, ott eltűnt a misszió, eltűnt a missziói lelkület, megszűnt a lelki gondozás, szakadások történtek a hívők között, mondván a szuverén Isten úgyis mindent elrendelt, hívők megzavarodtak üdvbizonyosságukban, Isten képük kicserélődött, lelkészek léptek ki az emeréből, hiperkálvinista gyülekezetek jöttek létre, megszűntek az imaórák, a nem hívőkért való imádkozás, kálvinista közöny és gőg ütötte fel a fejét, és akik nem állnak be közéjük, azokat elkergetik. Hát ezek elég erős vádak. Továbbá az is elhangzik, hogy a kálvinisták gyülekezetei szétrohadnak, és hogy ki kell jönni közülük, mert a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság, idézve az első korintusi levelet. Hogy mi vezette az egyébként sokak által tisztelt és több évtizednyi
áldásos szolgálatot maga mögött tudó Cselényi Lászlót, erre azt nem tudhatjuk, de talán személyes okok álltak a háttérben. Itt most nem őt szeretnénk támadni, hanem azt az irodalmat, amire az egész kritikáját építi, sőt, mondhatni szó szerint idézi. Egyébként a videójában egyetlen szóval sem említi a forrását. Dave Hunt egyik könyvéről van szó, és a következőben érdemes végigmennünk Hunt állításain, és ebben a kritikában John Barbernek, a Whitfield teológiai szeminárium professzorának és Stephen Cole lelkésznek az észrevételeire támaszkodom. Továbbá Hunt előadására, ez megtalálható a YouTube-on, tehát megtaláljátok több részben is, és megtaláljátok egy nagy videóban is, kb. 120 perces, vagy még több, és ezt az előadást egyébként a halála előtt tartotta nem sokkal. És ezek után pedig majd rátekintünk azokra az igei és rendszeres teológiai megfontolásokra, amelyek bizonyítják, hogy a kálvinizmus 5 pontja magát a biblikus tanítást tárja elénk. Végül pedig Calvin életével kapcsolatban felvillantuk egy-két fontos momentumot, megrajzolva a református személyiségét, mert sajnos a református is sokat kap ebben a videóban, és negatív értelemben. Dave Charles Haddon Hunt. 2013-ban hunyt el, ment haza teremtőjéhez. Keresztény apologéta, egyébként apai részről brit származású. Őneki megjelent egy könyve 2002-ben először. Milyen szeretet ez? A kálvinizmus félre magyarázza Istent. Ennek megjelent egy javított kiadása, egy bővített kiadása 2004-ben és 2006-ban. Egyébként érdekes, hogy Hunt ugye Spurgeonre hivatkozik. A Huntnak az édesapja is Spurgeon után kapta a nevét, és ugye Dave Hunt is, hiszen láttuk, hogy Charles Haddon az Spurgeonnek volt ugye többek között a két keresztneve. Na most itt van előttünk ez a könyv, és ha az ember ezt a könyvet olvassa, akkor az ember szomorúságot és haragot érez egyszerre. Egyébként látjátok, megjelent ez a könyv németül is, és sokan a német verzióból, főleg Magyarországon tájékozódtak, nem is az angol verzióból, de végül is ez teljesen mindegy. Ugye Eine Frage der Bibel gyakorlatilag az angol fordítást veszi át a német cím is. Tehát szomorúság van bennünk és harag, ugyanezt Cselényi László videója kapcsán érezhetjük, mert félreérti és szándékosan félre is magyarázza a kálvinizmus tanítását, vagyis az evangélium kálvinista értelmezését. És az a probléma ezzel, hogy sok gyanútlan és teológiailag kevésbé képzett keresztény azt hiszi, hogy Hunt kritikája részletes és pontos, csak hogy a kálvinizmusnak éppen a kincsestárát kerüli el. Calvint csak szorványosan, Calvin örököseit pedig, a kálvinistákat egyáltalán nem emlegeti. Se az életüket, se a szolgálatukat nem mutatja be, az írásaikról egy szót nem szól. Emiatt szomorúak lehetünk, amiatt viszont dühösek, hogy Hunt szándékosan rágalmazza Calvint és a kálvinizmus, de ami a legdühítőbb, hogy tévesen interpretálja és hát torzítja magát az igét is. A félrevezetés szándékos, mert ennek utána lehet olvasni, személyesen Huntnak azért az evangéliumi világban elég komoly kapcsolatai voltak, tehát személyesen neki is jelezték jól ismert kálvinisták, hogy mit ért félre, és hogy milyen tévedéseket követel az érvelése során, de ő makacsul figyelmen kívül hagyta a korrekciókat, és teljes gőzzel haladt előre. Na most az eredmény egy teológiai, és azt kell mondanom, hogy egy kegyességi katasztrófa, megbízható hírforrásként nem lehet sajnos erre a könyvre támaszkodni, vagy pusztán annyiban, mint egy szupermarketnek a szórólapjára. Szenzációt kínál, és sajnos követi ő Cselényi László is a nagy kálvinizmus leleplező, vagy leleplezni akaró videójával, de az a helyzet, hogy csak rágalmakat szól a reformátorra, másrészt egy teológia gyümölcsöző életű és szolgálatú követőire is. Elhiteti, hogy a Szentírást helyesen értelmezi, a történelmet pedig megbízható módon mutatja be, de igazából ez bulvár teológia, amit az indulat fűt, és nem a józanság, és hát nem az ige ismerete és szeretete. Ami a legaggasztóbb, hogy mind Hunt, mind őt követve Cselényi László jó rész reformátusok között terjesztett és terjeszti a nézeteit, és sok református, tényleg olyanok, akik nem ismerik behatóbban a kálvinista teológiát, úgy hivatkozik
Hunt írására, mintha a kálvinizmus megalapozott és korrekt kritikája lenne. De itt nem kritikáról van szó, még egyszer mondom nektek, ezt majd látni fogjátok, hanem többnyire rágalmakról. Az az állítás található például Hunt könyvének hátlapján, hogy a kálvinizmus veszélyesen közel került az Isten káromláshoz. Sokan emiatt fordulnak el, ugye hallhattuk, az egyházaktól. Az egyházunktól is. Cselényi László szavai csengenek vissza a fülünkbe, mert hogy nem tudják elhordozni ezt a Hunt által istenkáromlásnak bélyegzett tanítást, hogy a szuverén Isten kiválaszt egyeseket üdvösségre, de nem mindenkit. Mi viszont, akik szerint az írott kijelentéssel összhangban van ez az öt pont, azt mondjuk, hogy egyrészt ez egy kacsa, tehát ez nem igaz, hogy mindenki emiatt menekül hanyathomlok a reformátusoktól. Az sem igaz, hogy hiperkálvinista gyülekezetek tucatjai jöttek volna létre, és hogy ürültek volna ki a kálvinizmus öt pontjának tanítása miatt. Másrészt úgy gondoljuk, hogy ez a biblikus tanítás. Üdvösségünk Isten szuverén választásán alapszik, tehát ok-okozati kapcsolat van Isten kiválasztása és a mi hitünk között. Nem hinnénk és nem döntenénk mellette, hogy nem választott volna ki minket örök időktől fogva üdvösségre. Emiatt van az, hogy senki nem kérkedhet az üdvösségével, csak az Úrral. Ahogy ez az első korintusi levélben, a Galata levélben és más helyen is benn van a Bibliában. Hunt legnagyobb problémája, és rátérve a konkrét vádakra és rágalmakra, a kálvinizmussal az, hogy nem úgy mutatja be Istent, mint aki mindenkit szeret. Szerinte, ha Isten mindenkit képes lenne megmenteni, de nem ment meg mindenkit, akkor erkölcstelen és igazságtalan, épp úgy, mint az az ember, aki képes lenne megmenteni egy fuldokló embertársát, de nem teszi meg. Hunt úgy véli, hogy Isten minden ember üdvösségét szeretné, ezért mindenki számára elérhetővé is tette az üdvösséget, innentől kezdve viszont az egyén feladata, hogy válaszoljon, reagáljon, és igen, szerintem minden ember képes önmaga erejénél fogva válaszolni erre az isteni hívásra. Ha az emberek nem volnának képesek szabad akaratuknál fogva válaszolni erre, mármint az evangéliumra, ugye akkor az üdvösség felkínálása, lehetősége nem is volna valódi, hát szerint csak látszat lehetőség. Ez viszont Hunt szerint átverés volna Isten részéről, parasztvakítás. Olyan lenne, most képzeljétek el ezt a képet, ezt Hunt mondja a könyvében, mintha Isten kötelet lógatna egy mély kútba ragadt embernek, de úgy, hogy épp hogy nem tudja elérni. És felszólítja föntről, hogy ragad meg. De ő nem tudja elérni. Na most ez a legfőbb érve tulajdonképpen. És azt kell mondanunk, hogy ezek az érvek teljesen összhangban vannak az emberi logikával. A kérdés az, hogy összhangban vannak-e a Szentírással, mint isteni kinyilatkoztatással. Hunt tévesen azt feltételezi, hogy az evangélium ingyenes felkínálása, felajánlása megköveteli, hogy azok, akiknek felajánlják, reagálni tudjanak. De számos olyan szentírási passzus létezik, ami expressis verbis kijelenti, hogy a bűnös ember képtelen a maga erejénél fogva reagálni a lelki igazságra. Ezeket majd később megnézzük. Hunt teljesen, de végig a könyve ignorálja ezeket a szövegeket, Cselényi László a videójában szintúgy, vagy pedig átértelmezi, hogy még véletlenül se legyenek bizonyító erejűek a kálvinisták kezében. Tehát még véletlenül sem jelenthetik azt, hogy a bűnösök képtelenek válaszolni az evangéliumra, mert akkor szerinte eleve az ajánlat sem érvényes. Ez a saját logikája, amiről azt kell mondanunk, hogy tényleg logikus, de mivel ezt ő így eldöntötte előre, ennek szemüvegén keresztül vizsgál minden igehelyet, és végig ilyen körkörös érvelést látunk. Elutasítja azt az egyszerű biblikus tanítást, hogy a bűnös ember a bukás miatt, ugye eredendő bűn, önmaga erejéből képtelen keresni Istent. Az a baj, hogy ezzel Isten személyét kompromittálják, a szentségét konkrétan, csak hogy elérhetővé tegyék, megközelíthetővé a bűnös ember számára. Viszont ezzel indirekt mégiscsak a bűnös ember büszkeségét fűtik. És minden ilyen teológia, hiszen kijelentik, hogy a bűnös ember bármikor képes választani Isten mellett. De ha valaki elutasítja az ember teljes romlottságáról szóló tanítást, tehát azt, hogy lényegénél, természeténél fogva képtelen Istenhez fordulni az ember, akkor higgyétek el, hogy mint a dominó, borul minden további
pont. Tehát végső soron nem meglepő, hogy igazából egyik ponttal sem tudnak mit kezdeni. Hunt állítja, hogy Isten nem választhatott ki egyeseket szuverén módon üdvösségre, mert akkor szeretetlen és igazságtalan lenne. De ne felejtsétek el, hogy Isten egyik legkorábbi önmagával kapcsolatos kinyilatkoztatása megerősíti Isten szuverén választásáról szóló tanítását. Az Úr így felelt: elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét, kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ugye a második mózesi könyvben olvassuk ezt. Isten kezdettől fogva hangsúlyozza arra vonatkozó jogát, hogy egyeseket kiválasszon és másokat elutasítson, és pedig anélkül, hogy tekintetbe venné az ember érdemeit. A választásának alapja egyedül szuverén akarata. Hunt és őt követve Cselényi László azonban tagadja, hogy Istennek ilyen előjoga lenne, pedig ezzel kapcsolatban a Szentírás, azt hiszem, ez mindenki számára egyértelmű, világos és elegendő bizonyítékot nyújt. Az a baj, hogy Istent humanizálják, de ez nem bibliai nézőpont. Azért, hogy ezt az istenképet védelmezze Hunt, erőszakkal elszakítja egymástól Calvint és a kálvinizmust, majd látni fogjátok, legalábbis azt hiszi, hogy ő ez neki sikerül, de még a kálvinizmus alapvető tanításait sem érti, bár azt hiszi, hogy igen. Így aztán Hunt minden tekintetben hamisan mutatja be a kálvinizmust. Felskicceli a kálvinizmus karikatúráját, és azzal polemizál. Persze, hol közelebb van a képhez, valamikor ráérez valamire, aztán eltávolodik tőle. Amikor a kálvinizmus reális képéről beszél, néha-néha felvillant valamit, akkor meg nem érti azt. Amikor meg a karikatúrával vitatkozik, akkor meg egy szalmabábbal harcol. De nézzük meg a téves kijelentéseit konkrétan. Ugye azt mondja, hogy a kálvinizmus Isten megváltó kegyelmet csak néhány kiválasztottra korlátozza. Rendben, az emberiség többségét remény és üdvösség nélkül hagyja, az üdvösség felkínálása csak a választottakra terjed ki. Ez így nem egészen igaz. Az igazság az, hogy a kálvinisták úgy vélik, hogy Isten üdvözítő kegyelmét szabadon felkínálja az egész világ számára, ezért aztán a föld minden törzséből, minden népéből megszámlálhatatlan sokaság lesz a mennyben, illetve majd az új égen és az új földön, akiket ugye Jézus Krisztus a vérén vásárolt meg, Jelenések 5. Következő. Hunt szerint a kálvinizmus a bűnért és a bűnösök kárhoztatásáért Istenre hárítja teljesen a felelősséget, aki mindent előre elrendelt azért, hogy így alakuljon. 84. oldalon beszél erről. Isten okozza a kálvinisták szerint, mármint ezt Hunt mondja, hogy az ember bűnt kövessen el. Az igazság az, hogy a kálvinisták úgy vélik, hogy bár minden Isten szuverén rendelete vagy elrendelése szerint történik, ugye Efézus 1.11, de Isten nem a bűn szerzője. Maga Calvin is hangsúlyozza, hogy nem Isten a bűn szerzője. A bűnösök felelősek önnön kárhozatukért, és senki sem hibáztathatja Istent kárhozatáért, azért, mert pokorra jut. Érdemes megnézni a Westminsteri hitvallás harmadik fejezetét, annak első artikulusát, mely szerint bár Isten szuverén, tehát mindenek felett áll, mégsem felelős a bűnért. Hunt és őt követve Cselényi László azonban úgy döntött, hogy ezt figyelmen kívül hagyja és kitart a vádja mellett. Nézzétek meg a Westminsteri hitvallásnak az említett passzusát. Ez így hangzik: Isten az örökkévalóságból akaratának legbölcsebb és legszentebb tanácsvégzés által szabadon és változhatatlan módon elrendelt mindent, ami lesz. Mindent elrendelt, de nem szerzője a bűnnek, és nem is kényszeríti a teremtményeit, hogy azok akaratuk ellenére cselekedjenek, és a másodlagos okok szabad voltát sem veszi el, hanem megerősíti. Ez azért érdekes, mert a Westminsteri hitvallás előkerül a kritikában, de erre nem történik utalás. Következő. Hunt azt mondja, hogy a kálvinizmus tagadja, hogy az ember vagy emberiség választani tudna. Ez még hozzáteszi azt is, hogy a kálvinisták tagadják, hogy az embereknek egyáltalán lenne akaratuk. Ezt mondja Hunt, idézem: Calvin szerint az üdvösségnek semmi köze ahhoz, hogy valaki hitte az evangéliumban, vagy sem. Az igazság az, hogy Calvin és a kálvinisták hisznek az emberi választásban és az akaratban, viszont azt állítják, amint az arminiánus Wesley fogalmazott. Egyszer
hogy a bűn és sötét természetünk fogjai vagyunk, fogjai az emberek. Meg vannak kötözve, tehát nem képesek az üdvösséget választani. Erre csak a szuverén Isten vezetheti őket, aki a szívükben munkálkodik. Az meg egyszerűen nem igaz, tehát szimplán hazugság, hogy Calvin elválasztotta a hitet az üdvösségtől. Ha valaki kinyitja az institúciót a hitről és a bűnbánatról szóló részeinél, akkor a fejezetek egymás utáni olvasás, ez a harmadik könyv, második és a harmadik fejezet világossá teszi, hogy Hunt vagy nem olvasta Calvint, vagy szándékosan félrevezeti az olvasóit. Cselényi László is azt mondja a videójában, hogy elolvasott, nem tudom, több ezernyi, valami 6000 oldalt, és elvileg Calvint is olvasott, de hát olyan vádok hangoznak el, amelyekre nyilvánvaló cáfolat van az institúcióval. Tehát ez a 6000 oldal maximum úgy jön ki, ha Dave Huntnak a könyvét elolvasom 5-ször, vagy többször. Calvin, idézem, csak hogy a vádra reagáljon maga a reformátor, abból soha nem lesz üdvösségünk, ha készséggel elfogadjuk az egyház előírásait, vagy ha az egyházra hagyjuk a kutatás és a megismerés feladatát. Csak akkor lesz üdvösségünk, ha Istent úgy ismerjük meg, mint irgalmas atyánkat, aki Krisztus által megbékélt velünk, Krisztust pedig igazságul, megszentelésül és életül adta nekünk. És figyeljetek, a hit ugyanis Isten és Krisztus ismeretében áll, nem az egyház iránti tiszteletben. Majd ezt mondja, ugye Calvin szerint a hit addig nem lesz szilárd, ez egy idézet tőle, de parafrazálva, amíg nem jut el az ingyenes ígéretre, nem üdvözítő addig, amíg nem old be Krisztusba. Csak akkor békíthet meg Istennel, ha Krisztussal egyesít minket. Tehát nem választja el Calvin a hitet az üdvösségtől. De menjünk tovább. Hunt szerint a kálvinizmus olyan Istent állít elénk, aki pokolba taszítja azokat, akiket megmenthetne, inkább kárhozatra küldi őket, mert nem szereti őket, ezt a 116. oldalon írja. Hunt kijelenti, és ez egészen elképesztő, hogyha Isten nem mutat irgalmat mindenki iránt, hiszen mindenki egyformán bűnös, akkor megrontja az igazságot, mármint Isten. Az igazság ezzel szemben az, hogy a kálvinisták megerősítik, hogy Isten elég hatalmas ahhoz, hogy ha meg akar menteni valakit, akkor azt meg is fogja menteni. Lásd Pál apostol. De nem jár a megváltás alanyi jogon mindenkinek, hát pont, hogy a kárhozat járna mindenkinek. Ennek egyedül Isten akarata az oka, ugye titkos tanácsvégzése, hogy megdicsőjön ezáltal is, mondja Calvin. Azáltal, hogy a választottakat üdvösségre vezeti, és azáltal, hogy igazságos módon elkárhoznak azok, akik fellázadnak ellene. Pálnak az egész érvelése a Róma 9-ben erről szól. Istennek, mint fazekasnak, előjoga van arra, hogy egyes edényeket kegyelemre, másokat pedig haragra formázzon, készítsen. És hogy nincs a teremtménynek soha joga ahhoz, hogy megkérdőjelezze, hogy miért tesz így. Elnézést. A Szentírás világosan tanít arról, hogy Isten szeretete nem mindenki számára tárul fel egységesen. Egyébként ez a történelem alakulásában elég világosan elénk tárul. Izraelt választotta Isten. Miért? Miért nem választotta ki a világ összes nemzetét? Kérdezhetnék az indiánok, az észak-amerikai indiánok, vagy a magyarok. Miért? Csak mert így döntött. Izraelt szerette, de ezt a szeretetet az Izrael körüli nemzetek nem tapasztalták meg. Legalábbis soha nem olyan formában, hogy az Ószövetségi Izrael. 5 Mózes 7-6-8. Megmagyarázhatatlan akaratából kifolyólag több évszázadig engedte bizonyos népeknek az Isten, hogy spirituális értelemben sötétségben járjanak. A teremtés és az általános kegyelem miatt persze tudhattak volna a jóságáról, ezt tudjuk, és ennek elmulasztása elegendő ahhoz, hogy elítélje őket, de ezek, a teremtés és az általános kegyelem nem elég az üdvösséghez, ezt olvassuk a Bibliában. Érdekes, hogy Hunt mind a Szentírás, mind a történelem ellenében azt állítja, hogy Isten pontosan ugyanúgy szereti az összes pogányt, mint a választott mennyasszonyát, az egyházat. Tényleg? Isten ugyanúgy szerette 3000 évvel ezelőtt az amerikai indiánokat, mint Dávid királyt, akinek kinyilatkoztatta magát? Ha csak egy gyors pillantást vetünk a mai világra, már akkor is láthatjuk, hogy nem mindenkinek van egyenlő esélye
az evangélium meghallására, és arra, hogy válaszoljon rá. De ez még nem minden. Huntnak, és sajnos az ő szolgáján követő Cselényi Lászlónak a kálvinizmus hiteltelenítése érdekében magát a reformátort, Calvint kell hiteltelenítenie, illetve Calvinnak a nézeteit. Az egész institúciót, ami azért teológiában járatos emberek számára, hát így konszenzusosan az egyháztörténet egyik legkitűnőbb munkája. Mai napig az egyik leggyakrabban forgatott rendszeres teológia, vagy bibliai teológia. Most hát egy mozdulattal lesöpri az asztalról, mondván annak elsődleges forrása Ágoston, azaz Augustinus egyházatja, és a Vulgáta, ugye a Biblia latin fordítása. Hát azt mondja, figyeljetek az érvelésre, hogy mivel Calvin a megtérése után nem sokkal írja az institúció első kiadását, ezért annak gondolatai nem származhattak a Szentírás mély és alapos megismeréséből. Tegyük fel a kérdést itt magunknak, hogy ha ilyen sekélyes ez a könyv, az institúció, hogy lehetett ilyen nagy hatással már a kortársaira is? A reformátorok második nemzedékére. A teológiai doktorok között hogyan foglalhatott el egy ilyen kitüntetett pozíciót? Kevés olyan könyv van a teológia történetben, ezt most szögezzük le, mint az institúció. Pontos, alapos, világos, és az a helyzet, hogy szennyeződésektől mentes. És azt tegyük hozzá, hogy nem is unalmas, tehát nem egy unalmas teológiai értekezés, hanem van benne erő, van benne lendület, tehát olvastatja magát, tényleg olvasmányos, a stílusa pedig tényleg élvezetes. Azt kell mondanunk, hogy Calvin a Szentírást használja Isten felmagasztalására, és tényleg, ahogy az ember olvassa az institúciót, felemelkedik előtte Isten, a bűnöst pedig alázatra indítja. Sokan mondják, hogy kevés író volt képes ilyen bravúra. Hát azt állítja, hogy Calvinra olyan erős hatással volt Ágoston, hogy soha nem sikerült elszakadnia Calvinnak a római katolikus gyökereitől. Hunt teljesen elutasítja Ágoston írásait, mondván, idézem, Calvin egy szennyezett forrásból merített, amikor azonosult Ágoston tanításaival. És akkor fölteszi a kérdést, hogyan lehetne belemerülni egy ilyen szennyezett eretnekségbe anélkül, hogy maga ne zavarodna össze, vagy meg ne fertőződne? 51. oldal. Ugyanezt a mondatot szó szerint Cselényi László is elmondja a videójában. Számomra kérdéses, hogy Hunt vajon olvasott-e Ágostont. Ágostonnak, hogy a többi egyházatjának tény, hogy voltak megkérdőjelezhető nézetei, de az, hogy alapvetően biblikusan gondolkodott, azért a 2000 éves teológia történet alakjai közül őt is az egyik legmagasabb helyre pozícionálja. Gimnáziumi tananyag volt a Vallomások. Ezt azért sokan olvasták. És ha a Vallomásokat olvassuk, akkor nem tudjuk nem érezni, hogy milyen mély Isten kapcsolata volt, és tényleg azt a biblikusságot, ami Ágostont jellemezte. Ezért Ágostont lesöpörni az asztalról azzal, hogy ő szennyezett eretnek, és hogy szennyezett folyamként lehet belőle meríteni, hát az rettentő furcsa, és hát azért egy enyhe tudatlanságról tanúskodik. Egyébként az érvelés úgy szól, maradjunk még itt egy kicsit, mert ez nagyon érdekes, hogy a katolikus hátterű Calvin rögtön miután lezárta klasszikus, illetve filológiai, filozófiai és jogi tanulmányait, elkezdte írni az institúciót 20x évesen, tehát 24 évesen írta meg talán az első változatot, tehát azt állítja Hunt, hogy a reformátor teológiája az ezeknek a tanulmányoknak a kotyvaléka. Ezeknek a keveréke. Hunt szerint kétségtelen, hogy az institúcióban található megállapítások, figyeljünk, nem származhattak a Szentírás mély evangéliumi megértéséből. Tehát ezt így kijelenti. Nem. Ehelyett, mondja Hunt, egy frissen diplomázott és lelkes jogászhallgató a maga filozófiai műveltségével, aki Ágoston elkötelezett híve volt, megírta az összemixelt művét. Innen jut el oda, amit újra és újra hangsúlyoz, hogy Calvin teológiájának nagy részét át és átszövi a római katolicizmus. 27. oldalon beszél erről. Ez az érvelés egyébként abból áll, hogy mivel Ágoston római katolikus volt, és mivel Calvin idézi őt, tehát ugye itt azért a Krisztus után 4. században vagyunk, akkor
mi más lehetett volna, na mindegy. Tehát Ágoston római katolikus volt, és mivel Calvin idézi őt, ezért Calvinra is hatott a római katolikus teológia. Azért azt tegyük hozzá, hogy minden reformátor, hát a reformátorok első nemzedékének szinte minden tagja római katolikus nevelést kapott. Tehát mi mást kaptak volna az akkori Európában? Ki ne állt volna kapcsolatban a római katolikus anyaszentegyházzal? Tehát egészen elképesztő ad hominem érv, egyszerű sértegetés, hogy Hunt megkérdőjelezi ezekből fakadóan Calvin üdvösségét. A 30. oldalon azt mondja, hogy Calvin saját szavai alapján nem lehetünk biztosak az üdvösségében. Tehát mi alapján kérdőjelezi meg egy másik hívő ember üdvösségét? Egyébként Calvin, ezt csak úgy zárójelben mondom, a Zsoltárok könyvéhez írt magyarázatának az előszavában beszámol, nagyon röviden, de beszámol a saját úgynevezett hirtelen megtéréséről. Ez a bizonyos subita konverzió, így nevezi. Másrészt, bár Calvin gyakran idézi Ágostont, és másokat is egyébként, majd hogy nem az összes egyházatját, de talán az összeset, gyakran vitatkozik is vele, ahogy a többivel, rámutatva, hogy Ágoston itt és itt nem ragaszkodott a Szentíráshoz. És mindig ezt teszi. És nem véletlenül hivatkozik az egyházatjákra, ezt nem lehet neki bűnként felróni. Hát a reformátorok ezzel is jelezni akarták, hogy mozgalmuk nem egy kiszakadó egyháztest, ők nem szakadárok, nem szekta, hanem ők képeznek egységet és kontinuitást az apostoli egyházzal. És a római egyház, a pápizmus az, ami letért az apostolok doktrinális útjáról. Calvin főforrása egyértelműen a Szentírás, tehát olvassuk el az institúciót, és látjuk az oldaljegyzetben, egyfolytában, a szövegben, magában is, hogy mennyiszer hivatkozik a Szentírásra. Hát a Szentírás magát magyarázza. És nem egy egyházatjáknak a magyarázatainak a parafrázisa. Egyébként már az is megdöbbentő, hogy mennyi egyházatját tud fejből, sokszor fejből, ezt a disputákban is előjött nála idézni, és ugye erre szükség is volt, mert a reformátoroknak, még egyszer mondom, azt kellett bizonyítani, hogy ők képviselik az egyetemes egyházat és az apostoli tanítást, és nyilvánvalóan ez az egyházatjákkal is kellett érvelni. És jól érvel. Ez a képi memóriája volt, hihetetlen emlékezete, és gyakorlatilag ezért került ki majdnem minden disputájából győztesen. Na most az a helyzet, hogy látszik, hogy hát nem olvasott, vagy nem sokat Hunt Ágoston, sem Calvint, vagy csak nagyon-nagyon szelektíven. Nyilván Ágoston sem volt tökéletes, vagy Calvin sem volt tökéletes, de ki az? Hunt szerint Augustinus volt az, aki először helyezte a Szentírás tekintélyének a szintjére az egyház, vagy az egyházi tradíció tekintélyét, és figyeljetek, aki behozta a keresztény teológiába a görög filozófiát, leginkább a platonizmust. Hunt feltételezése szerint a kálvinizmus szíve valójában a görög filozófiai fatalizmus egyik változata. Ugye a fatalizmus az a hit, hogy a jövő determinált, meghatározott, és semmiért nem tehetünk ellene. Na most ez azért furcsa, mert a görög filozófiai iskolák közül a sztoikusok voltak fatalisták, de a sztoikusok biztos nem hatottak a reformátorokra, hiszen a sztoikusok nem egy személyes Istenben hittek, hanem panteisták voltak. Tehát a sztoikusok nem tudtak egy együttérző, szerető istenségről. Ráadásul a görögök, főleg Platón nyomán egyébként, a szabad, nem determinált akaratban hittek. Ironikus módon a görög gondolkodás akarattal kapcsolatos elképzelése sokkal közelebb áll Hunt teológiájához. A legleleplezőbbek azonban Hunt írásaiban azok a részek, amikor konkrét hazugságokkal vádolja Calvint, tanújelét adva annak, hogy abszolút nem ismeri Calvin teológiáját. És higgyétek el, hogy ez nem vált, ha megnézzük a konkrétumokat. Három félrevezető dolgot fogalmaz meg Calvinnal kapcsolatban. Calvin megtartotta a szakramentalizmust, tehát ugye itt arra gondol, hogy a szentségi cselekmény ex opere operato idézi elő a lelki belső változást, hogy a csecsemők keresztség általi újjászületését vallotta, és a római katolikus papságot, a klérust legitimnek tekintette. Ezt az a helyzet, hogy nem is kell bizonyítani. Elég csak annyit mondani, hogy Calvin János enyhén szólva is kilométernyire volt ezektől a katolikus álláspontoktól.
Ő sem, és a református táborban senki nem vallotta azt, amit Hunt itt emleget. Calvin a csecsemőkkel kapcsolatban annyit állított, hogy mivel hitáltal megigazulva lehet üdvösségre jutni, ezért főként azokra a csecsemőkre koncentrál, akik meghalnak csecsemőkorukban, vagy nagyon kisgyerekként. És akkor nyilván Calvin azt mondta, hogy Istennek hatalma van arra is, hogy csecsemőket juttasson üdvösségre, tehát megajándékozhatta őket akár hittel is. Lehet, hogy nem egy olyan szofisztikált ismerethittel, mint minket, a felnőtteket, akik tanulnak, akik katekézisen vesznek részt, de honnan tudjuk mi, és miért korlátozzuk Isten hatalmát, hogy esetleg bizony nem szülte újjá azt a csecsemőt is. De ez egyébként abból vezette le, hogy a reformátorok azt vallották, hogy hitáltal ingyen kegyelemből igazulunk meg. És akkor ebből következtett Calvin arra, hogy akár egy nagyon pici gyermeknek is lehet hite, ezt ne tagadjuk el tőle, ne mi mondjuk meg, hogy Istennek mire van hatalma a gyermekekkel, vagy akár az újszülöttekkel kapcsolatban. De arról szó nem volt, hogy a keresztség által születik valaki újjá, tehát hogy a külső cselekmény által idézzük elő a belső változást. Szó nem volt erről. És egyébként ez is inkább a csecsemő halandóság miatt volt kérdés, tehát egy akkoriban azért, hogy mondjam, egy elég akut probléma volt ez. A probléma az, hogy Hunt végletekben gondolkodik egyébként végig, tehát szerinte az ember vagy anabaptista, de az a fekete öves fajtából, számára ez a protestantizmus, az anabaptizmus, vagy római katolikus. És kész. Ez a kettő létezik. De menjünk tovább. Hunt Calvint gonosz zsarnokként ábrázolja, aki az ellenállhatatlan kegyelmet igyekezte rákényszeríteni az emberekre. Ugye azért ellenállhatatlan, mert ha kell, erőszakkal is kitapossuk belőle, hogy Istenhez térjen. Miközben tett arra magasról, hogy az ember hogyan dönt és mit akar. A 62. 63. oldalon beszél erről. Azt mondja, hogy Calvin tekintélye a pápasághoz hasonló, ilyen uralmat gyakorolt a genfi polgárok felett. Tehát nagyon érdekes. Azzal vádolja Calvint, hogy a lakosság felett diktatórikus ellenőrzést gyakorolt, 64. oldal. Jóváhagyta állítólag a kínvallatások alkalmazását, beleértve a 30 napos kínzást, hogy így csikarjanak ki az emberekből vallomást. Ugye előjön a klasszikus régi lemez, Szervét Mihályt is védelmébe veszi Hunt, és persze, hogy Calvint okolja a haláláért, a megégetésért, anélkül persze, hogy beszélne a szűkebb vagy tágabb történelmi kontextusról, nem is beszél egyébként történelmi összefüggésekről. Csak így odahelyezi az olvasó elé a tényeket. Hunt sommás megállapítása, Calvin magatartása, idézem, Calvin magatartása napról napra, évről évre éppen az ellenkezője volt annak, mint amit akkor tett volna, ha Isten lelke vezeti. 72. oldalon olvasható ez a örökbecsű idézet. Az az érvelés egyébként, amit itt bemutat, és ez különösen érdekes, olyan Calvin kritikák toposzait idézi fel, amelyeket Voltaire mondott. Vagy Erich Fromm. De nem is voltak keresztények. Na mindegy. Tulajdonképpen Hunt úgy ábrázolja Calvint, ezt az egyik szerző mondja egyébként, aki Hunt írását kritizálja, mint a Genghis Khan, Hitler és Mao Tse-tung keveréke lett volna. Tehát tulajdonképpen egy kíméletlen despota, aki térdig gázolt a vértanúk vérében. Azt mondja Hunt, hogy Calvin korbácsolással, bebörtönzéssel, égetéssel és száműzetéssel kényszerítette a népre a kereszténységet. Na most válaszoljunk erre. Természetesen Calvinnak a maga korában is voltak ellenségei, akik direkt összegyűjtötték a gyengeségeit és eltúlozták őket. Egyébként én már csak azt vártam volna, hogy előkerül az, hogy Calvin homoszexuális volt, mert újabban ezt is szeretik vele kapcsolatban mondani. Egyébként rögtön Calvin élete után pár évtizeddel jelent meg egy kritika, amiben megjelent ez a vád. De ezek ilyen rossz indulatú gáncsoskodások voltak. Egyébként tegyük hozzá, hogy minden istenfélő ember számíthat ilyen bánásmódra, tehát kisebb-nagyobb mértékben. Tehát ezzel nekünk teljesen tisztában kell lennünk, lásd Máté 5.11.12, de
azért csak el kellene olvasni azokat az alapműveket. Például Béza Tódor, Theodor de Béz életrajzát, ugye Calvin élete. Hát ez megjelent magyarul is, tehát elérhető. Béza volt ugye Calvin utódja Genfben, és Calvinról Béza azt mondja, idézem, hogy 16 éve ismerem, és úgy gondolom, teljes joggal mondhatom, hogy ebben az emberben a keresztény életnek és halálnak, látta, hogy hogyan viseli a haldoklását és a halálát, a keresztény életnek és halálnak legnagyszerűbb példája volt jelen, úgyhogy nem lesz könnyű leszólni, és nehéz lesz utánozni is. Eleve Calvin és Farrell első erőfeszítései, ugye tudjuk, hogy nem nyertek széleskörű támogatást, ezért elűzték őket a városból. Abból a városból, aminek állítólag olyan teljhatalmú, despotikus ura volt. Aztán 1540-ben maguk a genfi polgárok hívják vissza a városi tanács Calvint Genfbe. Calvin, és ezt elhallgatja Hunt, forradalmasítja a genfi társadalmat, az egészet megújítja, aminek ez tény, eredményeként a város a 16. századi Európa legnevesebb protestáns központja lett, aminek a csodájára jártak. Ha olyan kegyetlen és autokrata vezető lett volna Calvin, akkor miért hívták volna vissza a város vezetői? És Hunt kritikája egészen furcsa irányt vesz, amikor Calvinra, mint elrettentő példára hivatkozva, kezdi el a keresztény társadalmi aktivistákat kritizálni. Azt állítva, hogy azok Calvin genfiét veszik mintának, és így akarják krisztianizálni az Egyesült Államokat, majd pedig az egész világot. Ez egy teljesen téves kijelentés. Egyébként az USA-ban több olyan szervezet van, amely aktív a társadalmi aktivizmus területén, sőt, nem titkolt célja nyilvánvaló módon a társadalom Istennek tetsző módon történő átalakítása, megreformálása. Lásd James Dobson Focus on the Family, ugye ez a harcosan családbarát és abortusz ellenes szervezet, aminek Dobson nagyon neves evangéliumi pszichológus a vezetője, de ennek a szervezetnek például semmi köze a kálvinizmushoz. Rengeteg ilyen szervezet van, semmi közük a kálvinizmushoz. A történelem nyilvánvaló ténye, hogy az istenfélő puritánok, gondoljatok John Bunyanra, vagy John Owenre, valamint Jonathan Edwards, vagy George Whitfield, Charles Spurgeon, a princetoni teológusok, vagy a Wellesley Martin Lloyd-Jones, vagy Francis Schaeffer, ugye, akiről itt beszéltünk nem is olyan rég, vagy John Stott, és sok más kiemelkedő evangéliumi személyiség, és hagyj említsek párat, akik kortársak, ugye olyan világszinten ismert és elismert tanítók és lelkészek, mint a baptista kálvinista John Piper, vagy a református presbiteriánus Tim Keller, vagy John MacArthur, vagy Mark Dever, vagy Samuel Storms, vagy Mahoney, vagy Matt Chandler. Tehát ezek az emberek nem csak ügyes teológusként tekintettek Calvinra, hanem úgy is, mint aki az istenfélő embert eléjük modellezi. Tehát egy nagyszerű példája a keresztény életnek. A jó értelemben vett keresztény fanatizmusnak. Amikor Istenért ég a lelked. Példakép. És remélem senki nem állítja azt, hogy az előbb említett nevek szétesett és szétrohadt gyülekezetek felett trónolnának. Épp az ellenkezője. Hát akiket említettem, azok jelenleg a legnagyobb hatású és a legáldásosabb szolgálatot végző meggyőződéses kálvinista emberek. Tehát az a helyzet, hogy Hunt Calvin képe egy rendkívül rossz indulatú karikatúra. William Cunningham, skót teológus mondta, hogy Calvin az az ember, lehet, hogy ezt valaki már túlzásnak érzi, aki Szent Pál mellett a legtöbb jót tette az emberiséggel. Na mindegy, azért ne túlozzunk, de az a lényeg, hogy Hunt támadása egészen lehetetlen. Tehát ez, hogy egy gonosz zsarnok nem írhatott volna olyan magasztosan Istenről, és nem nyújthatott volna olyan mély betekintést Isten szavába, ahogy arról Calvin írásai tanúskodnak. De most, amikor Istennek ilyen kiemelkedő szolgálói, és megnézitek az egyház történetet, de tényleg mondjuk csak a puritánoktól, jelenleg a legnagyobb szolgálókig, ilyen szuperlatívuszokban beszélnek egy emberről, akkor elképzelhetetlen, hogy ez igaz legyen. És Huntnak nem kellett volna elgondolkoznia? Nem lehet, hogy valamit nem vett észre? De most a másik nagy probléma Hunt írásával, és sajnos Cselényi László videója habatortán ebben a tekintetben, mert ugye ő meg mindenféle hivatkozás nélkül egyben leközli Hunt kijelentéseit,
hogy a forrásanyagokat rettentő tudománytalan módon céljának megfelelően manipulálja. Például egy harcos keresztény ellenes szerzőt idéz, csak azért, mert az Calvint ekézi. Gyakran idézi a liberális Frederick Farrart, ő egy univerzalista anglikán klerikus volt, nagy pártfogója Darwinnak, azt állította, hogy a halál után is meg lehet térni, és az evangéliumi kőkonzervatív Dave Hunt beidézi őt, anélkül, hogy egyébként megemlíteni a teológiai elfogultságát. Annak ellenére egyébként, hogy Hunt egyéb írásaiban harciasan katolikus ellenes, magyarul meg is jelent egy könyve, két kötet, a római egyházról, tehát a pápizmusról, egy kíméletlen hangvételű könyv. Ennek ellenére az oxfordi mozgalom katolicizmussal szimpatizáló anglikán vezetőjét, egy bizonyos Pusey-t, Calvin ellenes polémiáját idézi. A lábjegyzetben meg sem említi egyébként a forrásainak a teológiai elfogultságát. És az egyszerű olvasó pedig azt gondolja, hogy hogy milyen szaktekintélyeket idéz. De használ olyan forrásokat is, amelyek konkrétan tévesek, történelmek hibásak. Például az egyik forrás azt állítja, hogy az egyébként kálvinista Richard Baxter, John Newton vagy John Bunyan ellenezte volna a kálvinizmust. Aki olvasott bármit ezektől az emberektől, az tudja, hogy mindannyian a szuverén Istenben és a szuverén Isten kiválasztásában hittek. Egyébként Baxter az univerzális engesztelést hirdette, de erősen ragaszkodott az ember teljes romlottságának a tantételéhez, és ahhoz is, hogy Isten szuverén módon választ ki egyeseket üdvösségre. Idézi Spurgeon önéletrajzát, bizonyítandó, hogy a prédikátorok fejedelme a korlátozott engesztelés ellen szólalt fel. De figyeljetek, az eredeti helyen Spurgeon éppen a korlátozott engesztelés mellett érvel. Ez Spurgeon önéletrajz egyébként az igazság zászlaja. Spurgeon konkrétan kijelenti, hogy az a tanítás, miszerint Krisztus mindenkiért meghalt, idézem, ezerszer visszataszítóbb, mint azon konzekvenciák közül bármelyik, amelyik állítólag a partikuláris vagy korlátozott megváltás kálvinista és keresztény tanához kapcsolódik. Később, 122. oldal, Hunt idéz egy brit tudóst, aki állítólag jól ismerte Spurgeon írásait és prédikációit, és ez alapján ismét arra a következtetésre jut, hogy Spurgeon határozottan elutasította a korlátozott engesztelés tanát, és hogy az embernek az akarat szabadságát tulajdonította. Érdemes megnézni Spurgeonnek egy igehirdetését, az a címe, hogy Free Will, a Slave, tehát egy szolga szabad akarata, ahhoz Spurgeon cáfolja, hogy az embernek teljes mértékben szabad akarata volna. Egyébként Hunt, talán ez kiderült számotokra, arminiánus, akkor is, ha ő ezt maga tagadja, de Spurgeon a saját önéletrajzában eretnekségnek bélyegzi az arminianizmust, sőt, Spurgeon odáig megy, hogy azt mondja, a kálvinizmus az evangélium és semmi más. Na most Hunt ezek után vagy rettentően hanyag tudós, vagy pedig megpróbálja az olvasóit megtéveszteni. És azt állítja, hogy Spurgeon az ő nézetét támasztja alá, miközben jól tudja, hogy ez nem igaz. Ráadásul Ian Murray, egyébként ő a Banner of Truth evangéliumi kiadónak az alapítója, jelenleg is élő kálvinista tudós teológus, az Elfelejtett Spurgeon című művében számtalan referenciát vonultat fel annak alátámasztására, hogy Spurgeon nem csak elfogadta a korlátozott engesztelés tanát, hanem amellett érvelt, hogy aki ezt tagadja, az gyengíti a helyettes engesztelés tanítását. Hunt és őt követve Cselényi László azt is próbálja bizonyítani, hogy Spurgeon szerint a regeneráció, azaz az újjászületés, a hitet és a bűnbánatot követi. Tehát előbb hitre térünk, bűnbánatot tartunk, aztán majd Isten újjászül. Csak hogy Ian Murray az előbb említett művében alaposan dokumentálja, hogy Spurgeon bizony abban hitt, hogy a bűnös addig nem képes hitre jutni és bűnbánatot tanúsítani, amíg Isten meg nem újította, tehát újjá nem szülte. Tehát ha belegondoltok, így logikus. Idézi Spurgeont, aki szerint a hit, mármint Hunt, idézi Spurgeont, aki szerint a hit és a bűnbánat az újjászületés első eredménye, illetve, nem, bocsánat, tehát ezt Murray mondja, ő idézi
Spurgeont, aki szerint a hit és a bűnbánat az újjászületés első eredménye, illetve hogy az evangélium szerinti bűnbánat soha nem létezhet egy újjá nem született lélekben. Ez ilyen egyszerű. És egy csomó példát hoz fel az bizonyítandó, hogy Spurgeon szerint az újjászületés, a megtérés, a megszentelődés és a hit mind Isten hatékony és ellenállhatatlan kegyelmének a munkájára vezethető vissza, és nem az ember szabad akaratára, vagy valamiféle saját képességére. De menjünk még egy picit tovább. Hunt könyvének 100. oldala. Megint csak jó példa arra, hogy kontextus nélküli idézetekkel operál, csak hogy ő maga jól jöjjön ki az egészből, az ellenfele pedig rosszul. Idézi a nagy református tanítót, ugye nemrég költözött haza urához, R.C. Sproul-t, akit egyébként Cselényi László is emleget a videóban. És úgy emlegetik, ugye, hogy Sproul szerint Isten nem is annyira szeretetteljes a bűnösök iránt. Tehát valamilyen ilyen kontextusban kerül elő. De Sproul a kontextus figyelembe véve valójában egy kritikusát idézi. És azonosul ezzel a kritikussal egy pillanat erejéig az érvelés kedvéért, majd pedig egy újabb kérdést vet fel annak bizonyítására, hogy a kritikát megfogalmazó kérdése téves. Remélem, hogy érthető. És Hunt ezt az egész kontextust figyelmen kívül hagyja, és olyat ad Sproul szájába, amit soha nem is állított. Tehát így nem lehet idézni, hogy idézem az egyik kritikusomat, kinyitom ott a könyvet, kimásolom azt az idézetet, és utána úgy mutatom be, mintha én ott a saját véleményemet mondtam volna el. A 99. oldalon olyat mond, amiből kitűnik sajnos a teológia iránti, vagy a teológia történet iránti tájékozatlansága. G.I. Packer nevét nem tudom, hogy mennyire kell nektek bemutatnom, magyarul jelentek meg könyvei. Hát az egyik legnagyobb kálvinista tanító, és azt mondja, hogy Packer ellentmond kálvinista társainak és önmagának is, kijelentve, hogy az újjászületés a hitet és a megigazulást követi. Hunt ezután Packernek egy megigazulással kapcsolatos mondatát idézi, ahol viszont szó sincs újjászületésről. Tehát Packer az idézet helyén a megigazulásról beszél, nem az újjászületésről. Tehát ezek különböző kifejezések, az újjászületés meg a megigazulás. Hát nem ugyanazt jelentik, eltérő jelentésűek. Nem lehet őket megfeleltetni egymással és így használni, de kicserélhetők lennének. És tulajdonképpen az egész könyv ilyen hemzseg a teológiai tévedésektől, szándékos vagy hát nem szándékos, nem tudatos tévedésektől. És Huntot egyébként többen, ezt a YouTube videójában el is mondja, többen figyelmeztették, ismerte R.C. Sproul-t, meg sok embert, akit említettem, John Piper-t, halála előtt nem sokkal még a Facebookon üzent is John Pipernek. Na mindegy. És figyelmeztették is, hogy hát félremagyarázza a reformátori teológiát, hogy nem jól érti. És Cselényi László a videójában egyébként, újra hangsúlyozom, hogy mindenféle forrás megjelenés nélkül, idézi Huntot, hogy a kálvinisták elitisták, és ha a kálvinizmust olyan nehéz megérteni, akkor biztos, hogy nem lehet biblikus. Mert hogy állítólag a kálvinisták azt mondták nekik, hogy több évnyi elmélyült tanulásra van szükség ahhoz, hogy ezt megértsd. Csak hogy ezek a tantételek nem bonyolultak, majd látni fogjuk. A probléma a gyökere valószínűleg az, amiért rágalmazza egyébként Calvint és a kálvinistákat Hunt, továbbá amiért a bibliai istenképet vádolja, hogy nem képes az emberi logikát alávetni a bibliai kinyilatkoztatásnak. Ezt sokszor tapasztalhatjuk. Mert hogy nem tud mit kezdeni egy bibliai paradoxonnal. Miután Pál kijelenti, hogy Isten annak irgalmaz, akinek akar, és annak nem, akinek nem akar, idéz egy ellenvetést. Ezt maga Pál mondja. Azt mondod erre nekem? Akkor miért hibáztat mégis? Hiszen kiállhat ellene akaratának. Dave Hunt válasza, azért talál hibát Isten, mert minden embernek szabad akaratot és lehetőséget ad az üdvösségre, de valaki nem él ezzel a lehetőséggel. Logikailag tökéletes. De a probléma az, hogy nem ez a biblikus válasz. A Biblia válasza következő, idézem Pált. Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás? Miért formáltál engem ilyenre? Más szavakkal Isten válasza
kérdésre az, hogy nincs jogod feltenni így ezt a kérdést. A Dave Hunt és persze az őt követő Cselényi László alávetné magát ebben a tekintetben is, mert hiszem azt, hogy sok tekintetben, sőt a szolgálatuk áldásossága erre mutat, hogy alávetik magukat az ige tekintélyének, de alávetnék magukat ebben is, ebben a szegmensben, a teológiának ebben a részében, a bibliai kinyilatkoztatásnak, akkor azzá válnának, amit annyira utálnak, kálvinistává. Na mindegy. Kálvinizmus 5 pontjának kritikájáról mondok még egy ennyit, és aztán tartsunk egy rövid szünetet. Hunt egyik fő témája ugye a kálvinizmus 5 pontjáról szóló kritika, csak az egyiket írtam ki. Szerinte a teljes romlottság kapcsán téves arról beszélni, hogy a bűnösök teljesen halottak. Tehát ugye ezt szoktuk mondani, hogy a bűnösök teljesen halottak. És akkor erre Hunt azt mondja, hogy hát ne mondjátok már. Hát szerinte ostobaság a szellemileg halottakat a fizikai halottakhoz hasonlítani, mint sokan teszik. Mert akkor ezzel úgy magyarázzuk ezt a halott állapotot, hogy nem kellene. Csak hogy Pál apostol maga az Efézus 2:1-ben ezt mondja, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. De Hunt ugye számára ez az analógia rossz, mert ha halott állapotról beszélünk, akkor nyilvánvalóan egy halott nem tud Isten mellett dönteni. De őt ez zavarja. Hunt azért tolja túl az analógiát, mert valahogy hitelteleníteni akarja ezt az apostoli képet. A szellemi halál, senki nem állítja, nem morális inaktivitást jelent. Tehát nem azt jelenti, hogy nem csinálunk semmit, és egy öntudatlan kataton állapotba fekszünk, vagy teljesen szociopaták vagyunk. Tehát nem ezt jelenti. Senki sem értette így. Tehát ez, amit a kálvinisták mondtak, a teljes romlottság, nem így értették. Tehát Hunt egy új definíciót ad a teljes romlottságnak azért, hogy így hozza hírbe. Pál viszont és a református teológia nem így beszél a teljes romlottságról, vagy a lelki halálról. Nyilván a szellemi vakság sem egyenlő a fizikai vaksággal, de ettől még az analógia helyes. És ezt hát látjuk a Bibliában is ezt az analógiát. Szóval az a helyzet, hogy Hunt egy igékkel gazdagon alátámasztott, elég gazdag egzegézist vonultat fel a könyvbe, tehát a történelmi rész az nagyon gyenge lábakon áll, tele van váddal és rágalommal, ahogy láttátok, az egzegézise viszont egész jó, csak rendkívül szelektív. Tehát egy gazdagon, igékkel gazdagon alátámasztott arminiánus álláspontot mutat be és védelmez, csak az a baj, hogy közben azokat az igéket, amelyek a kálvinista álláspontot támasztják alá, azokat vagy átértelmezi, vagy egyszerűen nem foglalkozik velük, tehát nem kerülnek elő. Néhol, ahol magyarázza őket, ott ilyen egészen ilyen nyakatekert magyarázatokat ad ezekre az igékre. János 6:44. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az atya, aki elküldött engem. Ezt ismeritek. Hát ez egy egyértelmű érv amellett a teológia mellett, amit mi képviselünk. Erre Hunt a korábbi hermeneutikájába belecsimpaszkodva kijelenti, hát jó, de Jézus nem taníthatta az ellenállhatatlan hívást, mert ez nem lett volna összhangban a többi szavával. De nem ahhoz kell alakítani ezt, hanem egybe kell nézni Jézusnak minden szavát. Egyébként a könyv eleje, és ezt a részt ezzel zárom, ugye abból indul ki, hogy a kálvinizmus tanítása úgy, ahogy van, téves, mert egy szeretetteljes és egy kegyelmes Isten nem befolyásolná néhány választott üdvösségét anélkül, hogy ez mindenkire kihatna. A probléma az, hogy Hunt nem látja be, hogy ez pusztán emberi nézőpontból igazságtalan és elképzelhetetlen. Mert neki annak tűnik. Egyébként a YouTube-os előadását megnézitek, egy nagyon kolerikus embert látunk magunk előtt, aki így felháborodva tesz föl kérdéseket. Az érzelmei vezérlik. Ő nyilván nem így érzi. De végig a művében egy tisztán antropomorf emberközpontú keretrendszert használ. Ebbe helyezi be a téma szempontjából fontos kulcsigéket. És végig az a fő érve, hogy szerinte Isten mit tenne, vagy nem tenne meg az elveszettekért. Ő szerinte. Hunt a kálvinizmus támadja,
hogy az pogány eszméket integrált a kereszténységbe, de az a helyzet, hogy az ő emberközpontú, érzelmektől vezérelt hermeneutikája képviseli a pogány gondolkodást. Nos, tehát elérkezünk a kálvinizmus öt pontjához, és a következőkben ahelyett, hogy Hunt és hát az őt idéző Cselényi László érveire kezdenék reagálni, inkább megpróbálom nagyon egyszerűen bemutatni, hogy a kálvinisták mit gondolnak a kálvinizmus öt pontjáról, hogyan értik és hogyan magyarázzák azokat. Azt gondolom, hogy a mainstream elfogadott magyarázatot fogom adni. És azért ezt én hasznosabb útnak látom, mintha most elkezdeném korrigálni egyenként ezeket a negatív sztereotípiákat. Hiszem, hogy azoknak is hasznosabb ez az út, akik talán megnézik ezt, de egyelőre elutasítják az öt pontot. Tehát kevésbé érvelni szeretnék, nem annyira érvelni, inkább egyszerűen beszeretném mutatni ezt a teológiai rendszert, és hát a hozzájuk tartozó igei referenciákat. John Piper talán jól ismeritek, Bethlehem Baptist Church, Desiring God, a honlapot, ige hirdetéseit, az áhítatait. Neki jelent meg egy könyve, egy hasznos kis könyvecske. Magyarra nem fordították még le, de ha tudjátok, ezt szerezzétek meg. Five Points, a kálvinizmus öt pontja. A teljes címe magyarul öt pont Isten kegyelmének mélyebb megtapasztalásának útján. Talán így lehetne fordítani. És ugye itt előkerült a tulip, egy betűszó, egy akronima, ami ugye tulipánt jelent, és magában foglalja az öt pont angol nyelvű összefoglalását. És Hunt szerint a tulip, ugye a tulipán egy gyönyörű virág, de egy nagyon rossz teológia szimbóluma. Na, én nem gondolom, hogy az lenne. Nézzük meg ezt az öt pontot eltérő felosztásokban. Ugye Timothy George, egy amerikai teológus, az Evangelium Christianity Today nevű folyóirat egyik szerkesztője, a tulip helyett a rózsa akronimát javasolja. Ugye itt látjátok angolul és magyarul is, radikális romlottság, győzedelmes kegyelem, vagy rajtunk urrá lévő kegyelem, Isten szuverén kiválasztása, örök élet és személyes megváltás, vagy konkrét személyekre vonatkozó megváltás. James Montgomery Boyce, R.C. Sproul mellett az egyik legnagyobb református tanító a 20. századi Amerikában, az USA-ban egyszerűen öt dolgot sorol fel, hasonlóan az előzőekhez, radikális romlottság, feltétel nélküli kiválasztás, konkrét vagy bizonyos, biztos engesztelés, hatékony kegyelem és megőrző kegyelem. De talán könnyebb megérteni ezeket a pontokat, mondja Piper a könyvében, ha az emberi tapasztalat felől nézzük azokat, hogy hogyan leszünk keresztények. Megismerjük romlottságunkat, elveszettségünket és megváltásra való rászorultságunkat. Kettő, megtapasztaljuk Isten ellenállhatatlan kegyelmét, ahogy hitre vezet minket, aztán a bizalmunkat Krisztusba és az ő áldozatába vetjük, hogy ugye ő elhordozta a bűneinket. Négy, felismerjük, hogy a bűneinkért végrehajtott megváltói munka és hitre juttatásunk mögött Isten feltétel nélküli kiválasztása áll, ugye azért szeret Isten, mert szeret, csak. És öt, az ő kiválasztó kegyelmében bízunk abban, hogy ez ad erőt nekünk és akaratot, hogy kitartsunk a végsőkig, felismerjük, hogy ez őriz meg minket a hitben. Na most ezeket, akikkel én hívő emberekkel találkoztam, ha visszatekintenek az életükre, és a hitéletük egyes állomásaira, már messziről, nagyobb fénytörésből, akkor szerintem mindenki arra jut, vagy én legalábbis egy ilyen tendenciát látok, az ember azt mondja, hogy hát végül is Isten tette az egészet. Hogy ő volt a főszereplő. A Szentírás ezt tanítja, hisszük, ezt az öt pontot, és Piper szerint ezek a pontok felelnek meg a Szentírás tanításának. Azt mondja, hogy az Isten iránti szeretetet Isten minél jobb megismerése, hogy mondjam, garantálja. Az Istennel kapcsolatos legfontosabb ismeret vagy tudás nyilvánvalóan azzal kapcsolatos, ugye, hogy Isten hogyan üdvözíti az embert.
Erről szól a kálvinizmus 5 pontja. Nem általában Isten hatalmas és szuverén volt a fontos filozófiai szempontból, hanem a hatalma és szuverenitása abban, ahogyan minket, titeket üdvözít. Ezért nevezik ezeket a pontokat a kegyelem tanainak. Ahhoz, hogy teljes mértékben megismerjük Istent, nem csak arra vagyunk felszólítva, hogy megismerjük őt úgy általában, hanem arra is, hogy megismerjük annak a módját, hogy Isten hogyan ment meg minket. Hogyan mentett meg engem, és hogyan mentett meg téged. Itt tehát nem a kálvinizmus védelméről van szó, és ezért fontos, hogy legyen egy reakció mind a könyvre, mind Hunt előadására, mind az előbb említett előadásra. Nem egyszerűen a kálvinizmus védelméről van szó, hanem az üdvösséggel kapcsolatos biblikus tanítás védelméről. Éppen arról, hogy a biblikus tanítást az emberi logika és minden emberi gondolatrendszer fölé akarjuk helyezni. És hisszük azt, mondja Piper, hogy az 5 pont biblikus alapozású, ezért közelebb visz Isten kegyelmének mélyebb megtapasztalásához. De türelmesnek kell lennünk, nyilván velünk is azok voltak, másokkal nekünk is türelmesnek kell lenni, mindannyian úton vagyunk. Meg kell értenünk, hogy mit tanít erről a Biblia, mert Isten és az ő kijelentése az erős szikla a futóhomokra épülő világunkban. Megint Piper-t idéztem. Ha Isten szuverén úrként ismerjük meg, akkor olyan leszünk, mint egy tölgyfa a nehézségek és az űrzavar közepette. De ez nem csak egyébként az erőről szól, hanem Isten szeretetéről és gyengétségéről, és ez mindent felülmúl, minden képzeletet. Ugyanis Krisztus Júda szuverén oroszlánja, egyben Isten báránya. Piper szerint, és azok szerint, akik elfogadják így ezt az 5 pontot, itt a biblikus alapozású teológia szívéről van szó. Tehát nem jelentéktelen vitáról. Nem teológiai ínyenségekről beszélünk, mert ezzel is meg szokták vádolni, miért kell ezt erőltetni. Ezek csak a teológusok számára fontosak. Nem. Az, hogy ezekről a pontokról hogyan gondolkodunk, befolyással lesz arra, hogy hogyan gondolkodunk Istenről, hogyan gondolkodunk az emberről, hogyan gondolkodunk az üdvösségről, hogyan gondolkodunk az engesztelésről, az újjászületésről, az üdvbizonyosságról, az Isten tiszteletről és a misszióról. Nézzük meg a teljes romlottságot. A bűn általi megromlásunk, ugye ez a tulip betűszónak az első része. Teljes romlottság, még magyarul is kijön a té. A bűn általi megromlásunk olyan mélyen érinti az emberi természetünket, és olyan totális jellegű, hogy a bűn szolgájává tesz minket. Erkölcsileg képtelenek vagyunk legyőzni Istennel szembeni lázadó hozzáállásunkat, és a szellemi, a lelki dolgok iránti vakságunkat. Emiatt abszolút képtelenek vagyunk megmenteni magunkat. Ez erről szól. És emiatt abszolút rá vagyunk hagyatkozva Isten kegyelmére, és csak is az ő jó akaratától függünk. Csak a kegyelem miatt tudunk felülkerekedni a lázadásunkon, és csak a kegyelem miatt nyílhat meg a szemünk, hogy lássunk. Amikor teljes romlottságról beszélünk, akkor a kegyelem által még meg nem érintett természetes ember állapotára gondolunk. Nem azt jelenti, itt vigyázzunk, hogy mindenki annyi gonoszságot követel, amennyit csak tud. Nem, nem, nem. De ami jót az ember elkövet a teljes romlottság állapotában, az sem helyes indítékból teszi. Nem az Istennek való örömteli engedelmesség, nem a megváltás felett érzett öröm és hála ösztönzi erre, tehát még ez az erény is bűnös Isten szemében. Összefoglalva, a mindenre kiterjed az Isten ellenes lázadásunk, B. Minden, amit csak teszünk, bűnös, hiszen a motiváció is helytelen. Ettől még élhetünk erkölcsös emberekként, normális emberekként, akik szeretik a gyermekeiket, szeretik a feleségüket, de akkor is a motiváció, amíg Isten kegyelme nem érintett meg, és nem tapasztaljuk meg a megváltás feletti örömet, helytelen. Hát egyébként az erkölcsös embereknek, vagy ilyen világi szempontból morális embereknek, akkor nekik az evangéliumot nem kéne hirdetni, akkor csak a börtönökben kéne hirdetni. Tehát a motivációs helytelen, C, teljes mértékben képtelenek vagyunk alávetni magunkat Istennek, de ezért teljes mértékben megérdemeljük Isten örök ítéletét. Ez a teljes romlottság.
Hogy olvassak föl pár igét, részletes egzegézis nélkül biztos lesz majd olyan reakció, ahol részletes egzegézis lesz. Én itt most egyszerűen csak azt szeretném bizonyítani, hogy a Szentírásban világos bibliai passzusok vannak, amelyek alátámasztják ezeket a pontokat. Olvassuk. Hogyan van tehát? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Hiszen előbb már bebizonyítottuk, hogy zsidók is, görögök is mind bűn alatt vannak, amint megvan írva, nincs igaz ember egy sem, nincsen aki értse, nincsen aki keresse Istent. Az Úr letekint a mennyből, Zsoltárok, mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak, senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Jeremiás, csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Efézusi levél, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Menjünk tovább. Hát, sajnos ez nem látszik olyan jól, de majd segítek, feltétel nélküli kiválasztás. Ez azt jelenti, hogy Isten kiválasztása, Isten szabad cselekedete. Eleve a fia által, illetve a fia áldozatára nézve történik meg, történt meg már a világ alapjainak lerakása előtt ez a választás. Hiszen, ha mindannyian romlottak vagyunk, annyira romlottak, hogy nem tudunk Isten közelébe jutni, anélkül, hogy újjá nem születnél Isten ellenállhatatlan kegyelméből, és ezt a kegyelmet Krisztus vásárolta meg számunkra a kereszten, akkor egyértelmű, hogy akárkinek az üdvösségéről van szó, Isten kiválasztására vezethető vissza. A kiválasztásnak nincs feltétele, amit az ember teljesíthetne, hiszen bűnben fogantatott, bűnben született, Istennel szemben abszolút lázadó. Nem azt mondjuk, hogy az üdvösség feltétel nélküli, mert szükség van hitre. De a hit nem a kiválasztás feltétele. A hit a kiválasztás eredménye. Remélem ez érthető. A hit a kiválasztás következménye. Isten a világ alapjainak lerakása előtt kiválasztott egyeseket, hogy megváltson minket a kereszt által, hogy majd kellő időben az ő ellenállhatatlan kegyelme révén lelki értelemben új életet adjon nekünk és hitre vezessen. Engedjetek meg pár igét, Róma 9:10-13, sőt Rebeka esetében még inkább, aki egy férfitől fogant fiakat, Izsáktól, ami atyánktól, amikor ugyanis még meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy Istennek az ő kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, nem a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint, már akkor megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek, amint megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Efézus 1:3-6. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, hogy megajándékozott minket szeretett fiában. 1 János 4:19. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. János 15:16. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. János 10:26. De ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Zabcsel 13:48. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívőkké lettek. Ezt az igét, ugye ez teljesen egyértelmű, ezt a Hunt a könyvében, és Cselényi László is a videójában megpróbálja valahogy, hát addig gyurmázni, amíg nem lesz olyan egyértelmű. Mert ez az egy ige teljesen világos. Tehát igazából nem is kellene magyarázni, csak el kéne olvasni, és meg kéne érteni. És meg kéne szívlelni. John Stott mondja az apostolok cselekedeteihez írt kommentárjában, idézem. Egyes biblia magyarázók szélsőséges predestinációt a jegyeit vélték felfedezni a versben, így hát különböző módokon próbálták finomítani a mondani valóját. Márpedig a görög tasszó ige jelentése elrendelni, akár úgy is, hogy egy bizonyos csoportba sorolni valakit. Erről van szó. Az egyszerű fordítás talán egyébként a legkifejezőbbit, hogy olvassam fel az egyszerű fordításnak a verzióját, akiket csak Isten kiválasztott az örök életre, azok mindnyájan hívőkké lettek.
Erről van szó. Ezért nem mond le egyébként, mert ugye az a vád is megkapta a kálvinistákat, hogy hát lemondanak a misszióról, nem mozdulnak ki a gyülekezetekből, mert Isten majd úgyis hitre térít embereket, akiket kiválasztott. Akkor minek vagyunk mi? Csak hogy tudjuk jól, hogy Isten minket rendelt el eszközként arra, hogy hirdessük az evangéliumot, hogy akik ki vannak választva, azok meghallják. És minthogy mi nem tudjuk, hogy ki kiválasztott és ki nem, és nem tudjuk eldönteni, ezért nekünk mindenkinek hirdetni kell az evangéliumot. De pont ez ad egyébként erőt is nekünk, hiszen ha nem válaszolnak rá, vagy elutasítóan válaszolnak, akkor nem dőlünk a kardunkba, és nem mondjuk azt, hogy hát, milyen elégtelenek vagyunk, és húzzuk le a rolót, mert nekünk ez nem megy. Megyünk, csináljuk, mert tudjuk, hogy Isten minket rendelt eszközül, és azok hitre fognak térni, akiket ő kiválasztott, úgyis, mint általunk, vagy minket használva eszközként az evangélium hirdetésében. Tehát egy kálvinista nem mond le a misszióról, nem mond le az evangelizációról. Épp, hogy nem passzívak vagyunk, hanem aktívak. És azt gondolom, hogy pont az, aki pont a másik oldal az, akinél kialakulhat ez a rideg mentalitás, és nem nálunk. Gondoljunk bele, hogyha mindenki pozitívan reagál az evangéliumra, hát akkor, vagy egy olyan korban élünk, amikor abszolút jó visszajelzéseket kapunk, akkor sokkal könnyebb hinni az arminiánus álláspontban. De amikor elutasítanak, és szinte alig van visszajelzés, akkor viszont ez ad erőt nekünk, hogy tudjuk, hogy Isten üdvösségre fogja vezetni rajtunk keresztül azokat, akiket ő kiválasztott, és nem fognak elveszni. Ezért hirdetjük kálvinistaként ellenszélben is az evangéliumot. Mert tudjuk, hogy végső soron nem rajtunk múlik, hanem Istenen. És most jön a legjobb rész, a legtöbbet vitatott rész. Volt egy vita erről egyébként Kodácsi Tamás és Szabó László újpesti református lelkész között, a korlátozott engesztelésről. Ezt mondtam, hogy ezt a korlátozott engesztelést vannak reformátusok, akik nem tudják megemészteni, mert eleve ez a szó, ez a kifejezés, hogy korlátozott, ez olyan furcsa és olyan rideg, olyan elrettentő. Érdemes megnézni, a YouTube-on fönn van ez a vita is. Megnézzük, hogy ez mit jelent. Jobb az a kifejezés, hogy partikuláris, vagy személyeket, tehát konkrét személyeket érintő engesztelés. Tehát nem egy ilyen általános engesztelés, hanem konkrét személyeket érintő. Ez azt mondja, hogy Krisztus engesztelő munkája minden ember számára elegendő, de csak azok számára hatékony, üdvözítő módon, és ez a lényeg, akik hisznek benne. És csak azok hisznek benne, akik számára ez az áldozat Krisztus engesztelése fel lett ajánlva. Ugye itt két nézőpontról van szó, egy isteni nézőpontról, amiben a Biblia betekintést enged számunkra, és egy emberi nézőpontról. Emberi szempontból mindenkit, ahogy előbb mondtam, megtérésre kell hívni, hogy hitét Krisztus személyébe és engesztelő halálába vesse. De figyeljetek, minthogy vannak olyanok, akik ezt nem teszik meg, és évszázadok során, hát az elmúlt, az egyház 2000 éves történetében számtalan olyan ember volt, aki nem jutott hitre, sőt, elutasító volt teljesen a hittel szemben, Krisztussal szemben. Akkor ugye elgondolkozunk azon, hogy vajon Krisztus munkája nem volt elég hatékony ahhoz, hogy mindenki részesüljön benne? A válasz nem. Nem ez, hanem az, hogy eleve azok számára hatékony, akikért Krisztus meghalt. És kiért halt meg Krisztus? A választott mennyasszonyáért, az egyházért, a vőlegény, a jegyeséért. Hagy említsek egy-két ige helyet. Ézsaiás 53.11. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva elégedetten szemléli majd őket, igaz szolgám, sokakat, nem mindenkit, sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Máté 20.28. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Máté 26.28. Mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely
sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Zsidó 9.28. Úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. És csak a sajátjaiért halt meg, engedjetek itt meg még pár idézetet. János 10.14-15. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet. Az enyéimet. És az enyéim ismernek engem, ahogyan az atya ismer engem. Én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. A pásztor a juhaiért. János 10.26-28. De ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Apcsa 20.28. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, melynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Még egyszer, az Isten egyházát, amit tulajdon vérével szerzett. Máté 26-28, mert ez az én vérem a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, megint sokakért. János 10-11, én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. A pásztor a juhokért. És engedjetek meg még egy rövid dolgot itt. R.C. Sproul, a Mi a református teológia című művében írja azt, hogy a valódi kérdés itt az, ennél a korlátozott engesztelésnél, és talán így jobban megértjük, miről szól ez a pont, hogy Jézus egy valódi megváltó, egy reális megváltó, vagy csak egy potenciális megváltó. Az engesztelés konkrét, vagy pedig általános. Tehát ez a Krisztus vérét ontja, aztán majd eszik, nem eszik, hát meglátjuk, hogy mi lesz. Korlátozott az engesztelés, vagy korlátlan? Nincs harmadik lehetőség. Egyébként a történelmi arminianizmus itt szóba jött, nem volt univerzalista, tehát nem állították azért azt, hogy mindenki üdvösségre jutna, csak annyit mondtak, hogy így fogalmaztak, hogy az embereknek egy meghatározott csoportja jut üdvösségre, kik, akik hittel felelnek Krisztus engesztelő munkájára. Ők élvezhetik Krisztus keresztjének a gyümölcseit. Csak hogy figyeljetek, és itt jön a lényeg, a probléma ezzel a nézettel az, hogy itt a hit már nem csak eszköze vagy módja annak, ahogy részesülsz a megváltásban, hanem az alapjává válik. Mi ezzel szemben azt valljuk, hogy ugye a szól a grácia egyedül a kegyelemből alapján, hogy a hit csak a kegyelem szolgája. Tehát a hit nem érdem, és az arminiánus rendszerben pedig úgy tűnik, hogy a hit itt, ezen a ponton érdemmé válik. Ebben az arminiánus értelmezésben a hit tulajdonképpen igen cselekedetté válik, amit mi prezentálunk, értitek? Érdemmi, amit mi mutatunk fel. Persze, az arminiánusok azt mondják, hogy a hit nem tesz hozzá az engesztelés értékéhez. Gyakran élnek a következő különbségtétellel. Krisztus engesztelése elégséges mindenki számára, de nem mindenki számára hatékony. A református teológusok is ezt vallották mindig, hogy Krisztus keresztáldozata, engesztelése mindenki számára elégséges. Milyen értelemben? Így mondtam a legelején is. Krisztus keresztáldozatának az értéke felbecsülhetetlen. Az egész világ összes bűnére elegendő. Tehát nem arról beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy korlátozott engesztelés, hogy Krisztus keresztáldozata ilyen limitált, pici, nem tudja megugrani a lécet, nem ezt jelenti a korlátozott engesztelés, az értéke végtelen. Remélem értitek. A világ összes bűnére elegendő. Tehát az áldozatának az értéke nem korlátozott. Azzal is egyetértünk, hogy nem mindenki számára hatékony. Ugyanakkor figyeljetek, mert a mindenki számára elégséges lehet rosszul is érteni. Hiszen ha abszolút gyakorlati értelemben kielégítené Isten minden igazságát Krisztus keresztje, mármint minden ember minden bűne esetében, akkor nem lenne utolsó ítélet. Remélem látjuk, ha objektív módon Krisztus minden ember bűnét elhordozta,
és mindenkiért konkrétan eleget tett az isteni igazságosság követelményeinek, akkor bizony mindenkinek üdvösségre kellene jutnia. De hát látjuk a történelemben, hogy nem ez történik. Ezért mondjuk mi, hogy bár Krisztus áldozata értékében végtelen, mégis csak az ő választottjai megmenekülésért, sokakért, az egyházért hozta ezt az áldozatot. Menjünk tovább. Ellenállhatatlan kegyelem. Egyébként Piper rögtön ezt vizsgálja, a teljes romlottság után rögtön ez erre tér ki. Szerintem logikai egységben így van. Mivel a bűnesetből fakadóan minden ember lázadó, ezt mondtuk, és vakisten dolgaira, senki sem kell föl egy nap úgy, csak úgy magától, hogy ma megtérek. Mert tegnap más csináltam, ma úgy gondoltam, hogy én ma megtérek, ma nekem ez a program. Ilyen nincs. Ezt a lázadást meg kell törni. Az ember lázadását le kell igázni, és Isten ezt megteszi. A megfelelő időben, ez történhet egyébként a halálos ágyon is, Isten üdvözítő kegyelmét kinyilvánítja az érdemtelen lázadók irányába. De ezt azért teszi, mert szabadságban úgy döntött, hogy meg akarja menteni a bűnöst. Egyébként az ellenállhatatlan kegyelemmel kapcsolatban valószínűleg, hogy tehát akik itt ültök, nektek erről konkrét tapasztalatotok van. Tudatos saját tapasztalat. Akkor is, hogyha soha nem neveztétek így. Kevés olyan keresztény van, aki büszke a megtérésére, nem? És úgy érezzük is, hogy még ha talán büszkék is vagyunk rá, bár remélem nem, hogy azért ezzel büszkélkedni olyan furcsa lenne. Én megtértem. Más nem, de én. Nem hencegünk ezzel. A kegyelem arra készteti a hívőt, hogy minden dicsőséget Istennek adjon. Ugye miért hallottam én meg az evangéliumot, miközben a barátaim elmulasztották meghallani az evangéliumot? Az én családomból miért én vagyok az, bár ők is hallották, aki rezonált erre, és miért nem ők? Ha Jézus az utolsó ítéletnél megkérdezné, hogy te miért hitted el az evangéliumot, de a barátaid nem, akkor nem valószínű, hogy azt válaszolnád, hogy mert én bölcsebb és okosabb vagyok náluk, lelkibb, egy kegyesebb, jobban képzett és egyébként alázatosabb is. Nem? Ösztönösen dicsőítjük Isten kegyelmét. Érezzük, hogy Isten kegyelme volt a döntő a megtérésünkben. Nem a mi választásunk, vagy a mi fordulatunk. A hit maga Isten ajándéka. Calvin ezt mondja. Ezt mondja a második helvét hitvallás is, meg a többi református hitvallás, belga hitvallás, sorolhatnánk. Tehát ő vezet minket hitre. Ő győzi le a lázadásunkat. Egyébként ez a tan, az ellenállhatatlan kegyelem tana, nem azt jelenti, hogy senki abszolút nem tud ellenállni a Szentlélek valamilyen hatásának. Tehát az ellenállhatatlan kegyelem nem arról szól, hogy senki nem tud ellenállni semmilyen hatásának a Szentléleknek. Nyilvánvalóan Calvin is mondja, hogy bizony a Szentlélek megérint embereket, nem ellenállhatatlan módon, de ők ráfeszülnek, ők visszautasítják. Ez pusztán azt jelenti, az ellenállhatatlan kegyelem tana, hogy a Szentlélek, amikor úgy akarja, legyőzhet minden ellenállást, és ellenállhatatlanná teszi a befolyását az életünkben. Gondoljatok bele, hogy Izrael népének egész története erről szól, de ez az ellenállás nem mond ellen Isten szuverenitásának. Isten megengedi, hogy ellenálljunk, de legyőzi az ellenállásunkat akkor, amikor akarja, és annak esetében, akinél akarja. Azt hozzátenném Piper fejtegetéseihez, hogy ez a pont nem csak a hívővé válás kezdetét érinti. Ugye sokan gondolják, hogy az elején kegyelem, és utána pedig cselekedetek által jutunk előre. Sokan nem gondolják, de alapvetően így érzik, és így is élik a hívő életüket. Az újjászületés, Isten munkája, tudjuk, erről beszéltünk is, ugye a megszentelődésben való előrehaladás is Isten munkája. Persze igaz, hogy a hitrejutásban, a megtérésben megjelenik már az ember felelőssége. És az is igaz, hogy a megszentelődésben ott van az akaratunk és a cselekedeteink is.
Tehát aktívan részt veszünk ezekben a folyamatokban, de ettől függetlenül az egész folyamat nem az érdemeinkről szól, hanem Isten kegyelmétről. Tehát ne gondoljuk, hogy ennek a folyamatnak, a keresztény élet kezdőpontjának, majd utána a következő részeknek csak egy része az ellenállhatatlan kegyelem következménye, utána pedig valami más következik. A Szentlélek munkájának, a kegyelemnek köszönhető az egész. Az egész. Félreértés, ha úgy gondolunk erre, hogy erre az ellenállhatatlan kegyelemre, hogy valaki meg se akar térni, de Isten kényszerítés belelögdösi az üdvösségbe. Miközben a másik ellenáll. Nem, az ellenállhatatlan kegyelem nem kényszerít. Ne ezt a szót használjuk, mert a kritikusok azok ezt a szót használják, és ezzel hiteltelenítik. Hanem ösztökél. Isten átalakítja a szívedet, az elmédet, hogy elkezdjük őt szeretni, hogy keressük őt, hogy engedelmeskedjünk neki, és hogy ki is tartsunk mindvégig ebben az engedelmességben. Egyébként nem is értem, hogy ez hogy lehet kérdés. Ezt a pontot is megtámadta Cselényi László. Hát erről szól a grácia. Egyedül kegyelemből nyerhetünk üdvösséget, tekintet nélkül az ember bármilyen érdemére vagy cselekedetére. Adósok vagyunk, hát nem érdemlünk semmit. Mindent érdemtelenül kapunk. Igék. Róma 9.16. Tehát annyira egyértelműek. Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Filippi 2.13. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. János 6.44. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya, aki elküldött engem. Ugye ezt mondtam már. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. 1 Korintus 15.10. De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok. És nekem juttatott kegyelme nem volt hiába való, sőt valamennyiéknél többet munkálkodtam, bár nem én, hanem Isten kegyelme velem együtt. Ezt nem kell magyarázni, ezt el kell fogadni. Szentek, ugye szentek alatt nem glóriás szentekre gondolunk, vagy pápák által szentén nyilvánított személyekre, hanem a hívőkre, az igaz hívőkre. És ugye az egyik pont szentek megőrzése, perszeverenciája, vagy mindvégig való kitartása. Ez az utolsó pont. Hiszünk abban, hogy akiket Isten egyszer hatékonyan elhívott, akiket megigazított és lelkével újjászült, azok végül eredményesen megvívják a hit harcát, és megkapják a győzelmi koszorút. E kitartásuk alapja az új szövetség, amelyet Jézus a vérével léptetett hatályba, ennek keretében magának Istennek a lelke munkálkodik bennünk, ő munkálja az akarásunkat, ahogy az ige mondja, hogy végül azt tudjuk mondani, hogy a ma nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Egyébként ez nagy vígaszt is jelent. Nem csak arra vonatkozóan, hogy Isten népének minden tagja Krisztus dicsőségét fogja élvezni, hanem abban is, hogy folyamatosan megszentelődünk majd. Hogy elfordulunk a bűntől, és hittel Krisztushoz fordulunk. Nézzünk meg egy-két igét. Igen. Ott már a dián több van, vagy a PPT-n. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se vecítsek el, hanem feltámasztam azt az utolsó napon, János 6.39. János 10.28. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. 2 Timóteus 1.12. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. 2 Timóteus 4.7. Ezt ugye már olvastam. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. És ez is volt a Filippi 2.13, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Na most az a helyzet, hogy úgyhogy túlmentünk az 5 ponton, ugye nekünk a Dorti kánonok nem hivatalos hitvallásunk, a Dorti vagy Dordrechti zsinatnak a végzései, ahol ezek expressis verbis le vannak írva. Nem ilyen sorrendben, ez a tulip sorrend, ez később alakult ki, és senki nem tudja, hogy alakult ki ez a tulipán akroníma.
Tehát ez így nincs, ez nem datálható, nem jegyezték föl. Önnekünk van egy második helvét hitvallásunk, meg egy heidelbergi káténk. Hiszem azt, hogy a két legjobb, vagy majdhogy nem legjobb református hitvallási írat a belga hitvallás mellett. Miért említem ezt? Mert nem csak a kálvinizmus öt pontja került ösztűz alá, hanem a reformátori teológia maga, ugyanis ezek a pontok megtalálhatók, de egyébként ötből négy egészen biztos a magyarországi református egyház hivatalos hitvallási iratában is. Megnézzük a passzusokat. Egyébként Hunt és Cselényi László is elsősorban a Westminsteri hitvallást támadja, ami már egy ilyen ortodox református, egy nagyon kiforrott református álláspontot tükröz. Egyébként egy csodálatos hitvallás, ami integrálta ezt az öt pontot, talán explicitebb módon, mint a korábbi református hitvallások. Ugye a Westminsteri hitvallás a presbiteriánusok elsődleges hitvallása, de tényleg egy abszolút kiforrott hitvallás. A Westminsteri hitvallás most nem szeretném idevenni, erre majd reagálnak a presbiteriánusok. Nézzük meg, hogy a második helvét hitvallásban megtalálhatóak ezek a pontok. Vagy nem. Második helvét hitvallás, teljes romlottság, idézem. A bűnön pedig az ember veleszületett romlottságát értjük, amely első szüleinktől mindnyájunkra átszármazott vagy tovább terjedt. Emiatt gonosz kívánságokba merültünk, a jótól elfordultunk, és minden gonoszra hajlamosak lettünk, és elteltünk mindenféle gonossággal, Isten iránti megvetéssel és gyűlölettel, önmagunktól semmi jót nem tehetünk, még csak el sem mondhatunk. Sőt, ahogyan egyre szaporodnak esztendeink, úgy az Isten törvény ellenében elkövetett gonosz gondolatainkkal, beszédeinkkel és tetteinkkel rossz fához illő romlott gyümölcsöket termünk. Ezért érdemünk szerint rászolgálunk Isten haragjára, igazságos büntetés alá esünk, sőt mindnyájunkat el is vetett volna Isten, ha a szabadító Krisztus vissza nem hoz minket. 8. fejezet. Továbbá, értelme ugyan nem vétetett el, mármint az embernek, és akaratától sem fosztatott meg, és nem lett teljesen kővé vagy fatuskóvá sem, ugye ez a halott, milyen értelemben halott, és elmondja, hogy nem ilyen értelemben, de mindezek annyira megváltoztak és meggyengültek az emberben, hogy többé már nem képes arra, amire képesek voltak a bűneset előtt. Az értelem elhomályosodott, az akarat szabad akaratból szolgaivá lett. Tudott dolog pedig, hogy az akaratot az elme vagy az értelem irányítja, de miután a vezér vak, világos, hogy meddig jut el az akarat is. Ennél fogva, amíg újjá nem születik az ember, addig nincs semmi szabad akarata a jóra, és nincs semmi ereje a jó véghez vitelére. 10. fejezet. Azt hiszem, ezt nem is kell magyarázni. Feltétel nélküli kiválasztás. 2. helvét hitvallás 10. fejezetében. Isten öröktől fogva elrendelte vagy kiválasztotta a szenteket, akiket Krisztusban üdvözíteni akar, méghozzá szabadon és pusztán kegyelméből, tekintet nélkül az emberre. Bár Isten tudja, hogy kik az övéi, másodpedig arról hallunk, hogy kevesen vannak a választottak, mégis jó reménységgel kell lennünk mindenki felől, és senkit sem szabad meggondolatlanul az elveszettek közé sorolnunk. Pontosan erről van szó. Hiszünk Isten öröktől való kiválasztásában, és maga a hitvallás hangsúlyozza azt, amit én korábban mondtam, hogy senkiről nem mondunk le, mert hogy ezt mi nem tudjuk eldönteni. Tehát ez nem gátolja a missziót. Ez egy rámázolt vád a kálvinistákra. Vajon a konkrét vagy korlátozott partikuláris engesztelés benne van a második helvét hitvallásban? És ugye azon a korábbi vitán, amit említettem, ugye ott az egyik református lelkész azt mondta, hogy ez nincs benne. Explicite így, hogy korlátozott engesztelés, ez a kifejezés, mint hogy ez egy régebbi, vagy egy azután következő zsinatnak a terminus technikusa, így nincs benne, de figyeljétek meg a következő passzust. Mert az értelme erre vezet, vagy ilyen irányba. A hit pedig teljes egészében Isten ajándéka, amelyet egyedül Isten ajándékoz választottainak. Látjátok? A hit pedig teljes egészében Isten ajándéka, amelyet egyedül Isten ajándékoz választottjainak, a maga kegyelméből, belátása szerint, akinek és amennyit akar, mégpedig a Szentlélek által, az evangélium hirdetése és a hívő imádság révén. Istennek vannak választottai, Krisztusban választattunk ki, ezt a második helvét hitvallás hangsúlyozza, így kell erről beszélni, hogy mi Krisztusban vagyunk kiválasztva,
De csak annak adja meg Isten a hit ajándékát, aki Krisztusban ki van választva. Én szerintem ez alátámasztja a korlátozott engesztelést. Ellenállhatatlan kegyelem. Bűnbánaton pedig először is a bűnös ember elméjének megújulását értjük, amelyet az evangélium igéje és a Szentlélek gerjeszt, és amit igaz hittel fogad el. Egyértelműen kimondjuk tehát először is, hogy a bűnbánat egyedül Isten ajándéka, és nem a mi erőnk munkája. Az apostol ugyanis megparancsolja, hogy a hű szolga szorgalmasan tanítsa azokat, akik ellene szegülnek az igazságnak, hát ha egyszer majd nékik is Isten megtérést ad nekik megtérést az igazság megismerésére. Ez is inkább egy ilyen implicitebb fogalmazás. Na de hát erről van szó. A bűnbánat egyedül Isten ajándéka. Ha ezt Isten adja, akkor adja. Ha nem adja, akkor nem adja. A szentek, ugye hívők mindvégig való megőrzése, vagy mindvégig való kitartása. Az utolsó pont, a 14. fejezet, második elvét hitvallás így szól, amikor a bűnbánatról beszél a hitvallás, mondja, hogy azt, ugye a bűnbánatot, az evangélium igéje és a Szentlélek gerjeszti benne, ezt én mondom parafrazálva most, és majd idézem, ezt fogadja el hittel, ugye amiről azt mondja máshol a hitvallás, hogy ugyancsak Isten ajándéka, mármint a hit, és ennek gyümölcseként több mindent felsorol, ugye a hitvallás többek között azt, hogy az emberben, és figyeljetek, itt jön az idézet, komoly szándék ébred megjavulni, és álhatatosan törekedni az ártatlanságra és az erényekre, hogy élete minden hátralévő napján szakadatlanul gyakorolja magát ezekben. Pont erről van szó. Komoly szándékot ébreszt bennünk Isten a megjavulásra, álhatatosan törekszünk az erényekre, hogy életünk minden hátralévő napján szakadatlanul gyakoroljuk magunkat ebben. És most jöjjön egy kis történelem, arminianizmus és a remonstránsok, csak azok kedvére, akik igazából nem is tudják, hogy miről szól ez a vita, azért tegyünk egy gesztust az arminiánusok felé, és legalább azzal, hogy bemutatjuk, hogy miről van szó. Ugye a helyszín, Hollandia, 1600-as évek eleje, Jakob Arminius, az Arminius egy felvett név, 1560-tól 1609-ig élt, Genfben tanult, Béza Tódor felügyelete alatt, ugye Calvin utódja volt Béza Tódor. Eredetileg azzal bízták meg Arminiust, hogy vegye védelmébe Dirk Kornhert támadásaival szemben a predestináció calvini tanítását. Tehát a védelmezőből hogyan lesz támadó. De átnézte az érveket Kornhert, Arminius, és Kornhert álláspontjával azonosult. Na most ennek nem nagyon adott hangot először, később sem annyira durván, inkább a követői adtak ennek hangot. A Róma 7-9 kálvinista értelmezését megkérdőjelezte ezek után. 1603-ban a Leideni Egyetem teológia professzora lett, és Arminius fokozatosan kezdett el távolodni a kálvinista tanoktól, és Gomarus volt az, ugyancsak holland, aki hevesen ellenezte Arminius nézeteit. És ez a vita egyre inkább elterjedt Hollandiában, és aztán Arminius követői 5 cikkeit, vagy 5 pontot dolgoztak ki, és 1610-ben a holland állam, vagy hát a rendek elé terjesztették azokat remonstrancia néven, és ezt 46 lelkész írta alá. Ugye az 5 remonstráns cikkei, látjátok, feltételes kiválasztás, ezek a címek, nem ezeket a címeket fogalmazták meg, de az utánuk következő szöveg összefoglalja a tartalmat, amit képviseltek. De gyakorlatilag erről van szó, amit a kezdeti címek jelölnek. Isten azokat rendelte örök üdvre, akiről előre látta, hogy mindvégig megmaradnak a hitben, vagyis az elővégzett feltételes és egyetemes, azaz minden emberre kiterjed. Szóval nem értem ezt, hogy mi ez, hogy előre látta. Azokat választotta ki, akikről előre látta.
Hát de gondoljatok bele, hogy Isten, amikor még meg sem teremt semmit, utána elindít egy szoftvert, hátralép kettőt, hogy ez teljesen függetlenül az elméjében, most idézőjelben lefusson, tehát így tovább horgolja Isten a terítőt, és aztán valamit dob a gép, hogy valakik üdvösségre jutnak egy ilyen fiktív világban, amit ő kigondolt, valakik nem, és akkor utána ő ezek szerint elkezd elrendelni embereket. Na de Isten átgondolhatta volna, újra lejátszatta volna ezt a szoftvert, addig játszatta volna, amíg mindenki üdvösségre jut, és akkor meg mindenkit üdvösségre rendel. Tehát az a baj, hogy előre tudásról beszélni, hát nem tudom, ilyen fából vaskarika. Majd meglátjuk miért. De menjünk tovább. Univerzális elégtétel, a második pont. Jézus halála által minden egyes ember bűnért eleget tett, de csak a benne hívők részesülnek az elégtétel hasznaiban. Ugye itt megint felmerül az, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás. Tehát a Krisztusban választottunk ki, és Krisztus áldozata helyettes engesztelése örök időktől fogva el volt rendelve, akkor tudjuk azt, hogy azért kapjuk meg a hit ajándékát, mert hogy mi ki voltunk választva ebben az áldozatban. Tehát hogyan tehet minden embert bűnért eleget Krisztus úgy, hogy igazából semmilyen hatása nincsen, és ők majd ennek az ódiumát, azt, hogy elutasították ezt az elégtételt, majd az utolsó ítéletnél fogják learatni. Tehát furcsa, logikátlan, inkább az ember nézőpontjából nézi az egészet. Nézzük a teljes romlottságot. A hit és megtérés Isten ajándéka. Ezt jól vallották, tehát azért el kell fogadnunk. Bár sokan úgy magyarázzák, hogy ez inkább azt jelentette Arminiusnál, hogy a szabad akarat sérült. De nem. Én azt mondom, hogy fogadjuk el, hogy ez egy helyes pont. Visszautasítható kegyelem. A kegyelem, mint Isten ajándéka, hatálytalan marad, ha a bűnös ember akarata annak ellenszegül. És az utolsó pont, a hittől való elszakadás, a kegyelemből való kiesés veszélye, így módon a hit és a kegyelmi állapot elveszthető. Na most ugye a hivatalos református válasza Dorti zsinatról érkezett, amelyet 1618. november 13-tól 1619. május 9-ig tartottak, és ugye öt kálvinista hitcikkeiben válaszoltak erre az öt, a remonstrancia öt pontjára. 84 lelkész és 18 világi biztos írta alá, és ugye a zsinat írását nevezték, ez megjelent magyarul a Koinonia kiadó adta ki Dorti kánonoknak. A világ konzervatív református egyházainak mai napig ez egy hitvallási írata. Tehát ez ott van a hitvallási íratok között. Ezt lássátok, hogy nem a reformátusok választották ezt az öt pontot a tanításuk összefoglalásaként, hanem ezeket csak válaszként fogalmazták meg Arminius tanításaira, illetve hát Arminius követőinek a lepárolt tanításaira. Egyébként a világ összes tájáról jöttek erre a zsinatra reformátusok, tehát itt nem csak a, hogy így mondjuk, a kőkonzervatív hollandok keményítettek be. Hollandiából, ugye nyilván Svájcból, Németországból, Skóciából, angol püspökök is jelen voltak ezen a zsinaton. Tehát ez nem csak a holland reformátusok becsípődése, és a zsinattal szemben a remonstránsok vezetője egy bizonyos Simon Episkopus volt. Egyébként a videóban elhangzik, hogy mindenkit lefejeztek, aki nem fogadta el ezeket a pontokat, és hogy itt ilyen elképesztő vérengzés történt. Ez nem igaz. Egy embert lefejeztek, mert a spanyolokkal való összeesküvést sejtették a dolog mögött, hogy ő ellenállt ezeknek a pontoknak. Igen, sok embert száműztek, na de emberek, hát az 1600-as években vagyunk egy hitvitánál. Tehát gondoljunk bele, hogy ez még az őrlángon lobogó, vagy igencsak kegyelmes hozzáállás az, hogy itt száműztek embereket. Egyébként Episkopus, miután száműzték őt, a többi remonstránssal együtt teljesen racionalista lett. Egy csomó remonstráns visszaengedtek, és még külön egyetemet is alapítottak, és teológiai tanárként tanítottak. Tehát nem igaz az, ami a videóban elhangzik, hogy itt mindenkit lefejeztek, mert nem fogadta el a kálvinista öt pontot. Tehát Episkopus racionalista lett, és végül ő, hát ilyen minden hitvallással szemben álló és dogma ellenes pozícióra jutott, ilyen kvázi szociniánus lett.
Nézzünk bele ebbe, hogy hogyan leszünk keresztények, mert ez egy fontos dolog. Ugye itt elhangzott Cselényi László videójában egy ilyen nagyon furcsa sorrend, és ezt is ilyen szomorúan veti fel, hogy milyen rosszul gondolkodunk az Ordo Salutisról, vagyis az üdvösség rendjéről, mert hogy mi azt gondoljuk, hogy az újjászületés megelőzi a megtérést és a bűnbánatot, vagy a bűnbánatot és a megtérést. Na most Wayne Grudem és Louis Berghoff így írják le ezt a láncot, ezt az aranyláncot, az Ordo Salutist, és mások is egyébként, más református teológusok, de baptisták is, hirdetik az evangéliumot. Ugye mi az evangélium tartalma? Hát nagyon leegyszerűsítve az, hogy minden ember bűnös, a bűn zsoldja a halál, Jézus Krisztus megfizette a nekünk bűneink miatt jogosan járó büntetést, ugye ezután jön a bűnbánatra, vagy megtérésre hívás, az, hogy a hitünket személyesen Krisztusba, és ugye róla szóló, vagy vele kapcsolatos jó hírbe vetjük. Ugye az általános elhívás, amikor hallják az evangéliumot az emberek, vagy külső elhívás, amikor hall valaki akár egy megtérésre hívást, szembesül az igazsággal, mondjuk bekapcsolja a tévét, és tévés istentisztelet van, vagy online megnéz egy áhítatot, véletlenül rákapcsol. Tehát ennek ezernyi formája van, ahol szembesülünk az evangéliummal, ami kívülről jön. De ugye ez még nem érint meg minket, az általános vagy a külső elhívás. Ezután jön a hatékony vagy belső elhívás, amikor a külső elhívás hatni kezd bennünk. Ugye ilyenkor a lélek hat az ige hirdetésen keresztül. Remélem, hogy azért itt van ilyen, hogy hallják az igét, és hat bennük a lélek okán, a szent lélek munkája következtében az ige, a hallott ige. Ugye ez a hatékony és belső elhívás kell ahhoz, hogy Isten, az univerzum ura a sötétségből átvezessen minket a fényre. Aztán, ugye Isten megváltoztatja egyesek szívét, hogy hittel legyenek képesek válaszolni az evangélium hívó szavára, és ez a változás Isten titkos cselekedete, amivel új szellemi, lelki életet adományoz nekünk. Ezt nevezzük újjászületésnek, és az újjászületésben az ember semmiféle szerepet nem játszik. Ez teljes mértékben Isten műve. Az ember nem tudja magát megszülni. Hát pont Jézus ugye is, Nikodémus párbeszéde erről szól a János 3-ban. Nem tudod magad megszülni erőszakkal. Megszületsz egyszer csak. Gondoljunk a fizikai születésre. Hogyha egy újszülött nem mondja, végre kijöttem és összehoztam. Ez egy pillanatműve, akkor is, ha mi nem így érzékeljük. A 2 Korintus 5.15 is erről beszél. Egyébként ajánlom a figyelmetekbe, és hát másoknak is, Luther igehirdetését a lelki újjászületés szükségességéről. A reformációs igehirdetésen ennek el kellene hangoznia. Ebben mondja maga Luther, hogy senki nem tudja magát megszülni. 1536 Van Wittenbergben hangzott el. Mindezekre az ember, ugye erre a belső lelki változásra, a Szentlélek munkájára már bűnbánattal és megtéréssel reagál, mivel az evangélium hívása személyes választ kíván. Ez az akaratlakos személyes reakció az adott személy részéről, ugye amelyben bánjuk a bűneinket, és bizalmunkat, hitünket Krisztusba vetjük, ugye ez a megtérés. Na most a bűnbánat és a hit ugyanannak az éremnek a két oldala, de fontos az még egyszer, hogy a hitet megelőzi a hatékony elhívás, illetve az újjászületés, különben a hitre az ember érdemeként, vagy az ember munkájaként gondolnánk, és nem ajándékként, ahogy egyébként mondja a második helvét, hitvallás. Isten nem a hitünkre nézve, mint érdemre, vagy mint munkára nézve üdvözít, ugye ezzel tisztában vagyunk. A hit is ajándék. És a hitet követi logikailag ugye a megigazítás, hiszen hitáltal igazolunk meg. Persze, még egyszer mondom, hogy ez a valóságban, a megtapasztalás szintjén, ezt nem lehet így elválasztani. Tehát ez inkább egy logikai szétválasztás a Szentírás üzenetét tekintetbe véve. Ugye a megigazítás, ami a státuszunk megváltozása Isten előtt, tehát egy tulajdonított állapot, és ezután pedig következik a megszentelődés. Fontos, hogy még egyszer mondom, ezt a sorrendet nem lehet mechanikusan szemlélni, ezt mindig elmondják minden teológus, mint a tapasztalatilag így, direkt így éreztünk volna, hogy október 22-én megtörtént az általános elhívás, aztán 23-án a belső elhívás, 24-én megtörtént az újjászületés, tehát ez nem így működik. Ez egy pillanatműve az egész sokszor, és nem lehet szétszálazni.
Ennek ellenére az elvi sorrend fontos, és azt is hangsúlyozni kell, hogy ez a megváltásnak, figyeljetek, ez csak a ránk alkalmazása, a Szentlélek által. Ez az egész folyamat Isten munkája. Isten munkája. Persze a bűnbánatnál és a megtérésnél megjelenik az ember felelőssége, de akkor is az egész Isten munkája. Az első ponttól az utolsó pontig. Louis Berghoff mondja, ugye Lídia megtérésénél látjuk ezt a sorrendet valamennyire igazolni, ugye az Apcsel 16-14-ről van szó. Hallgatott minket, mondja az apostol, ez a külső elhívás, egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatirából való bíborárus, akinek az Úr megnyitotta a szívét, újjászületés, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Belső elhívás. De menjünk tovább. Az egész probléma az, hogy ki milyen igét sorol, és hogyan akarja a saját nézetét bizonyítani, itt dől el. Kit látunk magunk előtt? Sebestyén Jenőt, Pesti Református Teológiai Akadémia dogmatika professzora, és azt hiszem dékánja is volt. A 30-as, 40-es évekről van szó, Budapestről. A dogmatikája igazából jegyzetekből lett összerakva, tehát nem egy konkrétan egy kiadott könyvről van szó, hanem a jegyzeteit fűzték össze, és azt adták ki, de olyan szintűek ezek a jegyzetek, és olyan terjedelműek, hogy én azt állítom, és sokan mondják ezt, hogy talán a református dogmatikák közül az egyik legeslegjobb. Olyan úgy szintetizálja a többit, és úgy mutatja be hollandokat, amerikaiakat, németeket, hogy egyszerűen csodálatos. Na mindegy, és ő mondja a következőket, és figyeljünk. Ugye láttunk bizonyos igéket, a kálvinizmus öt pontját bizonyítandó a Szentírásból, és ugye látunk olyan igéket a Szentírásban, ahol az ember felelősségéről van szó. Olvassuk el ezt az idézetet. Ő ezt az írás belső szerkezeti sajátosságának tartja, amit mond, vagy amit kifejt, olvasom. Mindaz új szövetség az ember cselekedeteinek, illetve általában az emberiség történelmének elbeszélését és megítélését kétféleképpen tárgyalja. Vagy úgy, hogy mindennek a végső metafizikai okát mutatja fel, és így Istenig megy el, tehát az Isten látószögéből nézi az eseményeket, vagy úgy, hogy megáll a kauza szekundánál, másodlagos vagy másodikoknál, vagyis az embernél, és az ember szempontjából ítéli meg a dolgokat. Az első metafizikai vagy teocentrikus, a második szigorúan etikai vonal. Két olyan párhuzamos egyenes ez, ami a szemünk láttára sohasem találkozik, de a végtelenben és az örökkévaló Istenben igen. Azt mondja a Sebestyén, hogy az egész Biblia ebből a két nézőpontból van megfogalmazva. Nézzétek meg József történetét. József története. Jól ismerjük. Vagy Jézus utolsó napjainak, a váltság halálának a történetét. Isten az események minden egyes apró mozzanatát irányítja. Kételkedik ebben valaki? Miközben a negatív szereplők nem bábok. De a cselekedetük előre meg van határozva. Hiszen ki van jelentve? Proféciák által. És ennek ellenére mégis méltán viselik a felelősséget a tetteikért. Nézzetek meg egy igét. Illetve kettőt. Lukács 22, és itt látjátok a metafizika és az etikai vonalnak az érvényesülését egy igén belül, és az embernek fia jól lehet elmegy, amint elvégeztetett, de jaj annak az embernek, aki által elárultatik. Látjátok? Vagy a másik, azt ide a lapra nem is írtam föl, csak ide, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. Hát mit látunk itt? Metafizikai sík, Isten elhatározott döntés és terve szerint odaadatott, mert így volt elrendelve, de van felelősségetek, mert bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. Ezért fogalmazhat úgy Calvin, és ezért idéznek tőle mindig vagy a legtöbbször tévesen, vagy csak az egyiket, vagy csak a másikat, ezért fogalmaz úgy, ami annyira kiüti sokaknál a biztosítékot, hogy ugyan Isten betel egyeseket, reprobáció, elveti őket, kárhozatra küldi, ez a metafizikai sík, de Calvin rögtön minden helyen utána hozzáteszi,
de az elvetettek önnön megkeményedésük miatt jutnak kárhozatra. Etikai sík. És az institúcióban nem köti össze ezt logikailag, hanem egyszerűen elmondja az igéből azt, ami benne van, és utána hozzáfűzi azt, hogy ami ugyancsak benne van. És ha ezt nem értjük, ezt a metafizikai és etikai síkot, akkor nem értjük Calvin érvelését, és nem értjük a meghökkentő ellentéteit, amely nem egyéb, fogalmazza meg egyébként ugyancsak Sebessy Jenő, mint a két vonalnak a legmerészebb és paradox egymás mellé helyezése. Egyszerűen erről van szó. És a probléma az, hogy Hunt és Cselényi László csak az etikai vonalra, vagy a síkra koncentrál, és egyszerűen negligálják azokat az igéket, amelyek a metafizikai vonalról beszélnek. Hunt a YouTube-on is elérhető előadásában ilyen egészen melodramatikus hangsúllyal olvassa fel azokat az igéket, amelyek az emberek felelősségéről szólnak. Meg Isten szeretetéről. Majd felolvassa a szeretet himnuszt, hogy megmutassa, hogy milyen ez a szeretet, hogy ez jóságos. De közben nem olvassa fel azokat az igéket, amiket előbb én itt prezentáltam nektek. És ez egyszerűen nem korrekt. Nem korrekt, mert elhallgatunk Istennel kapcsolatban egy fontos igazságot, amit maga Isten tartott érdemesnek arra, hogy lejegyezzék az írott kinyilatkoztatásban, hogy annak a szervese része legyen. Tehát ezeket nem lehet negligálni. A másik probléma ugye, hogy ezt a két síkot egy szintre helyezik. Tehát nem véletlenül mondom, hogy etikai sík, és fölötte metafizikai sík. Ezt egy szintre helyezik, és akkor nyilván az van, hogy most vagy az egyik igaz, vagy a másik igaz, mert egy paradoxon. És akkor vagy ezt nyesem le, vagy azt nyesem le. Azt gondoljuk, hogy az egyik szint kizárja a másikat. Vagy az egyik sík a másikat. Mi azt mondjuk, és ez a kálvinistáknak ez a hihetetlen nagy bűne, hogy a Biblia egyszerre beszél Isten felelősségéről, és az ember felelősségéről mindenben. Ugye a predestináció is itt jön ki, a predestinációnak a problémája. Metafizikai síkról van szó, a Szentírás fölfedi számunkra ezt a metafizikai síkot, néha-néha, de van ennek gyakorlati jelentősége is. Ugye a predestináció és az elvetettés témája titok, amelyről az 5 Mózes 29:29 ennyit mond. A titkok az úréi, ami Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miéink és a mi fiainké mindörökké. Na most a predestináció esetében bizony egy ilyen titokról van szó, amiről Isten fellibbenti a fátylat, lehúzza a leplet az isteni vonalról. De van ennek gyakorlati jelentősége, és milyen gyakorlati jelentősége van. Főként az a gyakorlati jelentősége, hogy jobban megértjük a teodicea problémáját. Ugye, hogy miért van szenvedés? Ez gyakran az emberek kérdezik. Miért történik ez? Ugye, ami itt nemrég történt Kelenföldön, egy megmagyarázhatatlan esemény, hogy egy öngyilkosságra készülő ember kiugrik a hatodikról, és ráugrik egy a babáját tologató édesanyjára, fiatal édesanyjára, és megöli. Meghalt nyilván az öngyilkos is, és meghalt az édesanyja is. És a baba pedig ott marad egyedül. Miért van ez? Miért történik ez? Ez egy releváns kérdés. És itt van a metafizikai síknak jelentősége. Hogy idézzem ugyancsak Sebessy Jenőt. Miért engedi Isten, hogy a jó szenvedjen? Miért engedi egyáltalán a szenvedést? Miért tépi szét a vércse a galambot, a tigris a bárányt, a gonosztevő a jót és igazat? Miért? Valljuk be, hogy ezek a predestináció nélkül is problémák maradnak. És csak két eset lehetséges. Vagy az, hogy mindezen gyötrő kérdések leroskasztó súly alatt nem hiszünk többé Istenben, és magunkat a sötét pessimizmusnak átadva valljuk azt, hogy öntudatlan, vak, buta, tudattalan akarat kormányozza a világot, vagy pedig Calvinnal együtt szemébe nézünk az élete rettentő realitásának, és azt mondjuk, hogy az élet drámájának minden szörnyűsége fölött is ott van az örökkévaló, aki minden történés szálát a kezében tartja, és örök céljai szerint kormányozza. Tehát azt hiszem, ezt nem nagyon kell magyarázni. Isten minden hatóságának gondolatából nem is következhet más. Csak is az, hogy egy bizonyos szinten minden úgy történik, ahogy Isten akarja. Ha tehát hiszünk egy mindenható Istenben, aki mindent fenntart és igazgat és kormányoz,
akkor kikerülhetetlenül hinnünk kell a predestinációban is. Menjünk tovább. Ugye a kettős predestinációval kapcsolatos kritikák általában a következő kérdésben merülnek ki, hogy hogyan üdvözíthet vagy kárhoztathat el Isten bárkit is az akarata ellenére. R.C. Sproul, akit említettem már, a What is Reformed Theology című művében írja, figyeljünk, a református teológia nem azt tanítja, hogy Isten a választottakat akaratuk ellenére, miközben azok rukkapálnak, viszi be a királyságába. Azt tanítja, hogy Isten olyan módon munkálkodik a választottak szívében, hogy azok akarattal és jókedvel menjenek Krisztushoz. Azért mennek Krisztushoz, mert Krisztushoz akarnak menni. Azért, mert Isten Krisztus iránti vágyat teremtett szívükben. Hasonlóképp a reprobáltak, az elvetettek nem akarják komolyan Krisztus magukhoz ölelni. Nincs bennük Krisztus iránti vágy, és menekülnek tőle. És máshol Sproul amellett érvel, hogy még az első esetben, a kiválasztottak esetében Isten pozitív közbeavatkozásáról van szó, ugye a massa perdicionisból, ahogy Calvin fogalmaz, a bűnös masszából Isten kiemel egyeseket, a bűnbe jutott emberiségből, és ez egy pozitív tett, addig az elvettetés esetében arról van szó, hogy csak meghagyja őket a bűnös vágyaikban. Meghagyja. Kiemel, őket meghagyja. De nem arról van szó, hogy az egyiket akarja, a másikat csak engedi. Mind a kettőt akarja, csak az egyik egy pozitív döntés, a másik egy meghagyás. Az ember bűnbe jutott, ezből kiemel szuverén akarata folytán egyeseket. Calvin nagyon elmésen mondja az institúcióba, miért engedné, ha nem akarná. Menjünk tovább. És itt vagyunk az isteni akarat kérdésén, és a vége felé haladunk, ugye, a másik résztéma, ami ide kapcsolódik, ami épp az előbb tárgyaltakból fakad, és ezzel szeretném zárni ezt az előadást, legalábbis a második részét, mert utána van még 20 perc Calvin életéről, az Isten akaratának a kérdése. Milyen értelemben beszélhetünk Isten akaratáról? Egyrészt beszélhetünk a kijelentett akaratáról, ugye, amit konkrétan parancsol. Hát ilyen a törvény például, a Tóra, ugye, amire hív minket az egész Szentírásban, az evangélium maga, annak hirdetése, a bűnbánatra és megtérésre hívás. És beszélhetünk Isten titkos akaratáról is, például, ami nincs számunkra kijelentve. Például, hogy mi történik az elkövetkezendő nap, vagy az az előbbi sajnálatos tragédia, amit említettem, azt egy nappal előre nem látták, de hát nyilvánvalóan Isten titkos akaratában valahol ez is ott volt. Mi történik az elkövetkező nap veled, mi történik a következő héten, hónapban, évben, a következő 100 évben, hát ezt nem tudjuk, nem látjuk előre, de hiszük azt, hogy minden úgy történik, akármilyen is lesz a jövő, hogy Isten rendeli el. Ezekből néha ki van jelentve egy-két dolog, gondoljatok az idők végezetéről szóló proféciákra. Tehát nagyobb kontúrokban ez ki lett jelentve. De talán a legtalálóbb, ha Isten akaratát egyrészt számunkra nyilvánvaló parancsként, másrészt dekrétumként értelmezzük. És az utóbbit, a dekrétumot szokták tanácsvégzésnek is nevezni. És fontos, hogy a kettő, Isten kijelentett akarata, parancsa és dekrétumai nem állnak egymással szemben. A Szentírásban mindkettő megjelenik, és ezért mondjuk azt, hogy eltérő módon beszélhetünk Isten akaratáról. Még egyszer mondom, Isten dekrétumai az életünk bizonyos részleteire vonatkozó határozatok, amelyeket szuverén módon determinált, vagy eldöntött, vagy kijelölt. A törvényében, illetve az egész Szentírásban, az apostoli levelekben pedig ugyanúgy kifejeződik a velünk kapcsolatos akarata, de úgy, mint utasítás vagy parancs. Remélem érthető a kettő közötti különbség. Efézus 1.15. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint. Ez egyértelműen Isten dekrétumát tárja elénk. Máté 7.21. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Itt a parancsáról van szó, kijelentett akaratáról. Még egyszer, a dekrétuma magában foglalja azt, hogy mit tervez, illetve mit fog tenni Isten, a parancsai pedig azt, hogy mit vár el az ember részéről, hogy mit tegyen, vagy hogyan reagáljon. Isten tanácsvégzése vagy dekrétuma magában foglal mindent, de mindent. A múltban, a jelenben, jelen, relatív, és a jövőben bármi történik.
Ugye? Egy hajszál sem eshetik le a fejetekről, ti mennyi értjátok akarata nélkül. De nincs kijelentve az, hogy holnap után egy hajszál leesik a fejemről. A dekrétuma. De az igen, hogy szeresd a fele barátodat, mint magadat. Például. És ha élünk ezzel az óvatos megkülönböztetéssel, akkor egyrészt ragaszkodunk a Szentíráshoz, másrészt a látszólagos ellentmondás feloldódik. Az az ellentmondás, mintha Isten önmagával, saját akaratával szemben akarna valamit. Tudjátok? A gyakorlatban nincs ellentmondás. Ha konfrontálódunk az evangéliumi parancssal, tehát a bűnbánatra, a megtérésre hívással, akkor tudjuk jól, hogy Isten csak hitet vár el tőlünk. Vagy pedig tudjuk azt, ki van jelentve, hogy ha nem hiszünk, akkor elveszünk. A dekrétumai miatt viszont nem kell aggódnunk, mert nem a mi dolgunk kikutatni ezeket. Nekünk a kijelentett akarata szerint kell élnünk, és nem a titkos, ugye nem kinyilatkoztatott dekrétumai szerint. Ugyanakkor annak tudata, hogy Isten ott van minden esemény mögött, tényleg, ahogy olvastuk Sebestyén Jenőnél, és hogy minden kézben tart, bármilyen rossz is történjen, az elképesztően megnyugtató a hívő ember számára. Nos, ha semmi sem esetleges, akkor hogyan is lehetne az, hogy a megfelelő időben hitre jutnak egyesek? Hogyan lehetne esetleges, hogy ki jut üdvösségre? Hogyan lehetne esetleges, hogy mikor jut valaki üdvösségre? És látjátok, és igazából ez az egész zárása, hogy elérkezünk Isten szuverenitásához, Isten személyéhez, hogy mit gondolunk róla, mert Isten szuverenitása a tét. Dave Hunt kifakad az előadásában, idézem, ezt mondja szó szerint, miután idézi az 1 Korintus 13-at, ugye, hogy a szeretet jóságos. Most nem arról van szó, mondja Hunt, hogy Isten szuverén, hát Istennek joga van bárkit pokorra küldeni, nem igaz? Egyetérthetünk vele. Isten szuverén. Nem akarok ellene érvelni. Lényegében mindenki azt érdemelni, hogy Isten a pokorra küldje. Nem erről van most szó. Amiről szó van, az az, hogy Isten jóságos, hogy szeret. Nem gondolom, hogy pokorra predestinálni valakit jóságos dolog lenne. Pedig de, erről van most szó. Erről beszélünk. Ez az egész. Isten szuverén, vagy nem szuverén? De ez mellébeszélés. Szuverén, vagy nem szuverén? Ez a két lehetőség van. Tőle függetlenül történnek események, vagy minden az ő terve szerint történik. Pont. William Shedd, 1820 és 1894 között élt, egykori dogmatikus, a New Yorki Union Teológiai Szemináriumnak volt dogmatika professzora, amikor még konzervatív volt, az 1800-as években, a 19. századról beszélünk, ő írja a következőket a dogmatikájában. Ez jelenti Isten minden világmindenség fölötti szuverenitásának az egész alapját. Mármint, hogy minden az ő döntésétől függ. Megengedő döntése folytán Isten abszolút módon uralja az erkölcsi gonoszságot, miközben nem ő a szerzője, sőt kifejezetten tiltja azt. Ha Isten nem engedte volna meg, a gonoszság nem létezhetne. Az olvasó gondoljon csak az 1 Mózes 2 által felvázolt helyzetre. A mindenható Isten képes megakadályozni a bűnt, ennél fogva a bűn és a pokol fölött áll épp úgy, mint a szentség és a menny fölött. Ez az igazság, amit ő Círusznak a perzsa dualizmus ellenében megtanított. Isten és a gonoszság egyaránt hatalmasak és valóságosak, ugye? Ez a dualizmus volt. Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, és én teremtek bajt. Gondolkozzék csak el ezen az olvasó. Én az Úr cselekszem mindezt. Ha valaki tagadja ezt az igazságot, az értelemszerűen a gonoszság Istentől való függetlenségének tanához vezet, a gonosz függetlenségének tana dualizmushoz vezet, ami pedig a monoteizmussal összeegyeztethetetlen. Remélem, értjük ezt az idézetet. Nem arról van szó, hogy Isten a bűn okozója, hanem arról van szó, hogy szuverén Istenként minden fölött áll, és semmi sem történik úgy, hogy ne akarná. Mit mondjunk tehát? Hunt és őt követve sajnos Cselényi László is
a téveigésekből való megszabadulás módját helyesen abban látja, ha visszatérünk a Szentíráshoz. Pontosan erről van szó. Kérdezi Cselényi László, hogy van-e megoldás? Mondja, van ám, hát tényleg van. Vissza kell térni a Szentíráshoz, de az egész Szentíráshoz kell visszatérni. A Szentírás valóban könnyen érthető, ezt Hunt is hangsúlyozza az előadásában. Egy gyermek is megérti, lásd 2 Timóteus 3.15. Azonban vannak benne olyan igazságok, olyan kijelentések, amelyek a bűnös ember számára nehezen érthetők. Nem nehezen érthetők, bocsánat, hanem nehezen emészthetők. Megértjük, olvassuk, és elgondolkozunk, hogy de hát ez mi? De furcsa. De ez nem azt jelenti, hogy nem értettük meg, ez azt jelenti, hogy nehéz megbarátkozni vele, nehéz megemészteni. Emészgessük ezeket az igazságokat, hiszen gazdagítják Isten ismeretünket, ahogy Piper mondja, tágítják a horizontunkat, és növelik az Istenbe vetett bizalmunkat, a hitünket. Tehát az is megérdemelne egy reakciót, ugye, hogy tehát azok a vádak, amelyek Calvin személyére zúdulnak, és az ő munkásságára. Azt előbb mondtam nektek, hogy gyakorlatilag egy ilyen diktátorként, vagy despotaként mutatják őt be, aki válogatatlanul fejezte le az embereket, és ítélt mindenkit mágia halára. És hogy egy ilyen elborult fanatikus volt. Beszéljünk egy picit Calvin jelleméről. Tehát a Béza-féle életrajzírásában, de ha elolvassátok Alistair McGrath-nak a Calvin életéről szóló könyvét, akkor talán az Osiris adta ki, akkor egy világos kép és kiegyensúlyozott kép tárul elénk Calvinról. Azt mondták róla a kortársai meg, akik együtt dolgoztak vele, hogy egy egyenes ember volt. Ugye a genfi ellenségei őt elhorták mindennek, de már az életében is. Olyan rágalmakkal illették, amiért ma perek százait indítanának. Gondoljunk Jerome Bolsekre, egy kiugrott kármelita szerzetesre, aki nem értett egyet a predesztinációval, és megakasztotta bekiabálásaival egy a római levélről szóló igehirdetést, amit a lelkész kálvinista módon értelmezett. Képzeljétek el ezt ma, hogy tartom az igehirdetést, vagy más lelkész, és valaki elkezd bekiabálni. De hát bal szerencsére, ha beszélhetünk itt szerencséről, miután az eleve elrendelésről volt szó, ott ült Calvin. Bement addigra, ott ült, beült a padba, és hát fölállt, és akkor azt mondta, hogy gyerünk, és disputába kezdtek. Hát legyőzte Bolseket ebben a disputában, és hát Bolseknek a gáncsoskodásai miatt el kellett hagyni a Genfet. Tehát nem lefejezték, nem megkínozták, nem mágia halára ítélték, hanem el kellett hagyni a Genfet. Na most Bolsek vérig sértve később írt egy Calvin életrajzot, egy egészen aljas művet, tehát ez a pletykalapok szintjén lévőt, amiben azt sugallja, és ez is az egyik legjellemtelenebb támadások közé tartozik ma is, hogy Calvin valójában homoszexuális volt, és hogy egyszer el is ítélték emiatt, vagy rajta kapták talán az egyetemi évei alatt egy erkölcstelen ember. És pont az ilyen vádak ösztönözték arra Béza Tódort, hogy megírja az első valósághű Calvin életrajzot, hiszen ő első kézből látta, tapasztalta, hogy milyen ember volt Calvin. És tudjuk Calvinról, ezt ő írja, hogy egy rendkívül önzetlen ember volt. Ugye a képességei révén nagyon nagy publicitása volt, de nem kereste a nyilvánosságot, nem kereste az elismerést. Ez ma elég ritka. Mielőtt meghalt, egyértelmű utasításokat adott például arra vonatkozóan, hogy sírhelyét ne jelöljék meg. Azt akarta, hogy azt olvassák, amit írt, és hogy az írásai alapján Isten csodálják, és ne a sírja váljon zarándok helyé. Valószínűleg egyébként összerezzent volna a meghallja, hogy a kegyelemről, illetve a szuverén Istenről szóló tanokat, ezt a sajátosan biblikus keresztény tanrendszert később kálvinizmusnak nevezik, de a könnyebb érthetőség kedvéért nevezzük mi ezt kálvinizmusnak. Calvinnak nem volt nagy egója. Ugye utolsó szavai így hangoztak,
ezt följegyezték, Isten megsajnált engem. A szexualitás terén is például önmegtartóztató volt, ugye mielőtt megnősült, habozott megházasodni. Annyit dolgozott, írt, szolgált, hogy ideje sem jutott feleséget keresni. Aztán a barátai kerestek neki, figyelmeztette őket, a barátait, hogy ne a külsőre helyezzék a hangsúlyt, hanem a belsőre. Egy fiatal német lányt szántak neki, de ő inkább egy özvegyet vett el. 40 éves volt, amikor a felesége meghalt, és ekkor megfogadta, hogy onnantól kezdve magányos életet fog élni. Megtette, 14-15 évet húzott le utána egyedül. Egy hihetetlen munkabírású ember áll előttünk, aki keveset aludt, valószínűleg nem tudta egyébként, hogy mit jelent szabadságolni. Fáradhatatlan odaadás jellemzi, hetente legalább 7-szer prédikál, 2 hetente. Előadásokat tartott a szemineristáknak, könyvet írt, több 1000 levelet fogalmazott meg, betegeket látogatott, egy bátor ember volt. Egyszer sorsot húztak, azt hiszem Béza írja ezt le, ugye a Pest is kitört, és hát pestisesek közé menni, szolgálatot végezni, ahhoz azért bátorság kellett abban az időben, nem? És sorsot húztak, három lelkész. És az a lelkész, amelyiknek mennie kellett volna, az megijedt. Inába szállt a bátorság, és azt mondta, hogy nem, én mégsem megyek. És akkor Calvin azt mondta, hogy na jó, akkor megyek én. De visszatartották őt, nem engedték, mondták, hogy te végezd a szolgálatodat, amire Isten ide rendelt, ne te menj. És akkor végül bevállalta helyette más. Ugye vezette a konzisztóriumi, az egyháztanácsi gyűléseket, találkozott, bajba jutott menekültek ezreivel, tanácsaival látta el az embereket, a diakónusokat, kórházigazgatókat, még halálos ágyán is diktálni akart egyébként, amikor az egyik barátja pihenésre szólította fel, ezt mondta, mi lenne, ha Krisztus tétlenül találna engem, amikor eljön. De ezen túl Calvin egy olyan ember volt, aki rengeteg szenvedésen ment át, és szenvedései türelmesen viselte. Olyan fizikai nehézségeket szenvedett el, hogy valaki így nevezte, a genfi jobb. Fejfájás, gyomorgörcs, asztma, vesekő, és most egy-két dolgot nem is említek, ami mondjuk nem élik egy ilyen előadáshoz. Olyan fizikai szenvedéseket élt át ez az ember, amelyek ma bárkit, egy életerős férfit is nyugdíjazásra késztetnének. És akkor ott van még a lelki szenvedése is, ami talán még komolyabb. Az első fia mindössze 2 hétig élt. 3 évvel később a kislánya meghalt, rögtön miután megszületett. 2 évre rá egy másik gyermeke koraszülött volt, meghalt. Felesége, ugye, akit szeretett, és akivel jó házasságban élt, 9 évnyi házasság után tuberkulózisban meghalt. Élete hátralévő évében, ahogy mondtam, 15 évig özvegyként élt. És a genfi köznép nem volt ám neki túlzottan hálás, rosszul bánt vele, némelyek a kutyájukat nevezték el Calvin után. Na, ilyen nagy diktatúra volt Genfben. Gundalokat költöttek róla, de Calvin tisztességgel tűrte a támadásokat. Nem is akart egyébként Genfben maradni. Hát Farel tiszteletes, mennydörgő szavakkal marasztalta, ugye próbálta lelkére hatni. Bármit megtett volna Calvin, hogy kikerülje a kérést. Tanította volna a hittant. Katekézist folytatott volna. Most ugye Calvin azt mondta, szívemet égő áldozatul az Úrnak szentelem. Ezt a mottót azt hiszem, hogy ismerjük reformátusként, és vállalta a szolgálatot. De nem a hírnévért, hanem belement, mert meggyőzte az egyik kollégája arról, hogy isteni elhívása van. És ugye azt is tudjuk, hogy Calvint elűzték pár évnyi szolgálat után Genfből, aztán a hatóságok meggondolták magukat, és kérték, hogy hát inkább térjen vissza. És akkor mondta Calvin, hogy inkább a hóhér. De aztán kötélnek állt. Választhatott volna könnyebb és kényelmesebb életet. De ő nem oda ment, ahol könnyű, hanem oda, ahol a szolgálata leghasznosabbnak bizonyult. Ezentúl Calvinról tudjuk, hogy együttérző volt és empatikus. Tudósként, teológusként, egyházreformerként, liturgistaként, katekétaként, iskolavezetőként, kórház és árvaházak építőjeként. Számtalan módon gondolhatunk rá. De mindezek előtt is magára is így gondolt, ő elsősorban a genfi gyülekezet lelkésze volt, és így tekintett magára. Empatikus ember. Arra vágyott, hogy enyhítsa a rábízottak szenvedését. Sőt, velük szenvedett. Genf szegényei, árvái, özvegyei és betegei találtak pártfogóra Calvin személyében.
helyreállította diakónusi hivatalt az egyházában. Elképesztő segíteni akarás jellemzi. Egyszer azt írta, meg akarjuk mutatni, hogy a reformáció végbe megy közöttünk? Akkor itt kell kezdenünk. Vagyis szükség van lelkészekre, akik az üdvösségről szóló tant hirdetik, de kellenek diakónusok is, akik a szegényekkel törődnek, őket gondozzák. Genf Calvin idejében ez is együttérzéséről tanúskodik, a menedékkérők, ugye mennyi francia menedékkérő ment oda, a menekültek, az üldözöttek számára egy valóságos menedékhely lett. Akit valahol nem fogadtak be, ugye nem sok idő után, rövid úton valahol letartóztatták, és Calvin személyesen sokat tett emberekért, hogy kieszközölje a szabadulásokat, a bebörtönzöttek szabadulását. És ugye említettem, hogy személyesen szolgált például haldoklók felé. De Calvin bölcs és kiegyensúlyozott lelkész is volt, nem támogatta például a város radikálisait. Ugye, hú, de fanatikus volt. Időnként ellenállt saját kollégáinak. Jó tanácsokkal szolgált, hogy feloldja az emberek, csoportok, gyülekezetek közötti viszályokat. Tisztában volt azzal, hogy nem mindegyik lelkész végzi kielégítően a szolgálatát. De tudjátok mit? A híveket türelemre intette. Volt, hogy a gyülekezet integritása érdekében olyan lelkésznek is távoznia kellett, aki egyébként egy konkrét ügyben ártatlannak bizonyult. Felszólította a hallgatóságát, hogy ellenségeik üdvösségét is keressék. Sőt, maga figyelmeztette a kortárs hiperkálvinistákat, hogy ne akarják már most eldönteni, hogy ki választott és ki elvetett. És ezt szervéttel kapcsolatban is fenntartotta. Hát, ha az Isten a 2 Timóteus 2.25 értelmében megtérést ad neki. Ugye a konzisztórium vagy egyháztanács munkaköri leírásában szerepel, hogy a népet teljes szelídséggel és emberséggel érvelve kell tanítani arra, amit a Szentlélek állított fel szabályként, úgy, hogy mindenki engedjen neki és vele szemben feladja jogát. És utolsó elemként Calvin a gyermekek tanítója is volt. Bölcs lelkészként tudta, hogy az egyházban nem lesznek újabb generációk, hogyha a gyermekek nem részesülnek katekézisben. Ő tudott valamit, amiről ma elfeledkeznek. Ugye? Hát, gyerekek majd felnőnek, aztán eldöntik. De mit? Ő azt tartotta fontosnak, hogy a keresztény szülők részéről is alapos oktatásban részesüljön a keresztény hitre vonatkozó igazságokat illetően egy gyerek. Látta, hogy nem csak hitoktatásra van szükség, hanem jó tanárok oktatására is, kiképzésére. Ezért Calvin megalkotott egy katekizmust. Miután számüzték Genfből 4 feltételhez kötötte a visszatérését. Ezek közül az egyik ugye a katekizmus volt. Ő is a konzisztórium, ugye az egyháztanács azt követelte, hogy a szülők már 7 éves koruktól küldjék el hitoktatásra a gyermekeiket. És fegyelmezzék őket meg, ha ettől elzárkóznak. Megkövetelte a gyermekektől a KT megtanulását, és hogy addig járjanak katekézisre, és szentírási szakaszokat memorizáljanak, amíg meg nem vallják őszintén a hitüket. Pásztori szívvel rendeleteket készített iskolák, a keresztény iskolák számára. Megértette, hogy az egyház felelőssége a gyermekek keresztény oktatásának az elősegítése. Tudjátok jól, a Genfi Akadémia az világhírű volt. Arminius is ott végzett. Béza alatt. Akadémiát alapította, a prédikátorokat, bírákat és ügyvédeket képeztek. Létrehozott egy iskolát is a kisgyerekek oktatására 7 éves kortól kezdődően. A gyerekek tanultak teológiát, de művészetre is oktatták őket, és más tudományokra is. És ezeket az iskolákat finanszírozni kellett ám, adományokat gyűjteni, hogy a szegények számára is elérhetők legyenek, amiért Calvin annyit tett. Ugyanúgy, mint a katekizmus esetében, a szülőket megbüntették, ha elhanyagolták a gyermekek iskoláztatását, mert a gyermek jogát és lehetőségeit tartott a szem előtt. Calvin jól látta, hogy bár a gyermekek oktatása a szülők kötelessége, mind az egyház, mind az állam részt vállal benne. Na most Calvinról mondtam nektek itt egy 5-10 percnyi dolgot, de már csak ebből a rövid felskiccelésből is látszik, hogy az a szitok áradat, amit Dave Hunt rászor, és sajnos amit átvesz mindenféle ellenőrzés és szelekció és lepárlás nélkül Cselényi László, az egyszerűen igaztalan. Ez most is az, hogy van egy kiemelkedő embere Istennek, és mindenféle szitkot ráhajítunk. Ez annyira méltatlan,
Ez méltatlan dolog, méltatlan a keresztényekhez. Úgyhogy nagyon sajnálom, hogy egyáltalán elhangzott egy ilyen videó, vagy elhangoztak ilyen kijelentések egy ilyen videóban, ráadásul olyan emberek részéről, akik Istennek egyébként nagyon áldásos életű szolgálói, és minden tisztelet kijár nekik. Reméljük, hogy átgondolják.